Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk, kezdünk. Jó reggelt minden morning show hallgatónak, Feri Jani, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hello mindenkinek, a hét utolsó talán legjobb napja, vagy egyik legjobb napja, ugye a péntek, és hát itt a jó idő. Én lemondtam mindent, és nagyon mérges vagyok a meteorológusokra, komolyan, és tényleg az eszem megáll. De azt mondták, hogy rossz lesz. Azt mondták, hogy ma nagy szél lesz, és hidegfront, és tegnap este megérkezés, ehhez képest gyönyörű idő, és szél nem mozdul, tudnék játszani nyitott pályán, és komolyan mondom, megőrülök, hogy ez ennyire nem lehet eltalálni. Igen, olyan mérges 25-27 fokok, tehát hogy gyakorlatilag egy ideális nyári nap lesz, vagy egy nyári hétvége előtt állunk, és ahogy mondod egyébként, tényleg hétközben meg ugye azt prognosztizálták, hogy na hát ez lesz. Igen, és direkt megnéztem tegnap este, hogy hideg front jön, frontérzékeny, mint erős lesz a déli délkeleti. Az sajnos szél, az megvan. Melegbetörés és hétvégén is erős szelet mondanak. Ez lehet, hogy meg lesz, de mára is azt mondták, hogy erős szél és nagyon erős, és készüljünk, és jön a hideg front. És tegnap este láttam, hogy tényleg baromira fúj, mondom, de igazuk van, kinéztem, mondom, nem rakom be a cuccot, semmit nem tudok játszani. Erre kijövök, és érted, egy tolpihét elfújok az autómig. Annyira nincs semmi cél, egy tolpihe mutatja az utat, hogy merre menjek. Hát megőrülök, komolyan mondom. Pedig már bekészítetted otthon délutára a pincében a szivacs teniszt, gondolom. Igen, lemoztam cuccot. Nem tettem semmit, érted? Erre mi van? Gyönyörű idő, süt a nap, és szellő nem mozdul, szél nem rebben, hang nem hallatik. És reggel már nem tudtad betenni a teniszt cuccot? Nem, mert későn indultam, de egyébként pikpakba lehetett volna dobni, csak nagyon elkésten, nagyon elaludtam. Tehát isteni szerencsé, hogy itt vagyok. És nem, egyszerűen nem tudtam. Ilyenkor tudod, mi lenne korrekt. Kimentem, és konstatáltam, és már közben ültem be a kocsi, csak elmondtam, rohadjatok meg, és jött. Benni nem tudja behozni, megy az oviba úgyis, nem? Nem akarom ezzel terhelni őket, kicsi az orvoshoz megy, nagy oviba megy, úgyhogy Vikinek is van most elég baj. Nem baj, megoldom, csak hogy nem lehet egyszer elkapni, hogy milyen idő lesz. Játszál te is, hogy hívják a zsíros kenyérrel, meg ilyenekkel, meg lángossal, meg hasonlókkal. Ugye azt hiszem, hogy nem is tudom, talán a klampárik csinálták ezt, vagy nem tudom, ilyen idősebb azt mondja, hogy mindennel. De gyakorlatilag a bármivel. Tehát egy törött csempével, strandpapucsal, bármivel rommá vertek akárki. Nem is kellett hozzá gyakorlatilag egy normális asztali teniszütő sem. Figyelj, szerintem ilyenkor az lenne a korrekt, hogy azok a meteorológusok, akik azt ígérték, hogy jó idő lesz a hétvégén, és miattuk beborult az egész, szórakoztassanak téged a hétvégén. Tehát, hogy húzzál oda magadnak egy széket, oda megy, szépen leülsz így a kertbe, vagy gyakorlatilag bármilyen közterületen, és akkor na, karba teszed a kezed, és tessék, Hajner úr! Tessék, Hajner úr! Most tessék akkor, Sanyikám, akkor tessék, most akkor szórakoztassál. Szikrázó a napos idő, a szél délnyugatilag fordul és megélénkül. Ezt olvastam tegnap is. Élénk szél várható, erős szél várható, hétvégén erős szél. Hát nem, hogy élénk szél nincsen, érted? De lehet, hogy délután. Levélserezzük. Hát az egy fontos szó, hogy majd délutántól. Mert akkor még ott van a délelőtt. Na mindegy, jó van, nem akarok senkit ezzel zsibbasztani, csak most egy kicsit mérgelődnöm kellett. Miúság, minden oké, minden rendben, minden jó, szép. Hát most, hogy megláttam az új olimpiai logónkat, hát így. Hát azért csoda szép, nem? Minden csoda. Mire beugrik az embernek a UNICEF-nek a logója, meg a világi ifjúsági találkozó, hasonló, ez az. Na jó, hát a szabadságszobrunk van benne. Ugye mi van ott a London, ha jól tudom, mint ellenfél, jó a logójuk. Ott van Los Angeles, angyal van, repül, mint ugye angyalok városa, érthető. Én ránéztem a tegnap a logónkra. És tudtad értelmezni? Én megint azt mondtam, hát ez most megint nem sikerült nekünk. Én kicsit, csak én örülök. Nem sikerült. Hát, ha nem adják meg, tudod, és akkor nem lesz olimpia. Oké, abban én egyébként nagyon bízom, tehát én nagyon olimpia lennes vagyok. Abban belebukunk, gyerekek. Csak hagyj, hogy belebukunk, de hogy a korrupció melegágya, rengeteg pénz elmegy rá, az épületek utána kihasználatlanul rohadnak el, a turisták nem jönnek, kimutatták, hogy elkerülik az olimpiába a városokat, mert nem megy oda, ahol még így is káosz van. London majdnem belerecsen, mert nem volt turista. Senki, üresek voltak az utcák. Emlékeztek? Persze. Nem volt turista, és így álltak az üzletek, hogy de jó, hát nem ezt mondták. Hát persze. Hát elmennél oda, ahol tudod, hogy eleve olimpiát kihagynád, azt 3 hetet mennél máshova. Olimpiát rendezni ott, ahol például a főpolgármester úr szerint sem alkalmasak az utak, például a kerékpáros közlekedés. De hát semmi tehát, hogy nem az utak. Nem de miről szól a logónk? Én mondjuk gondolkoztam rajta, hogy mit tennék fel, és egyébként nem egyszerű. Nem egyszerű, mert ugye tényleg Los Angelesnek ott van az angyal. Mi van még? Kik vannak még? Hát ugye, a Párizs, Róma, Los Angeles.
Párizs, ugye Párizsnak baromi egyszerű, a Kolosseum van a római, az olaszoknál, az is azért, tehát ott azért ezek nagy közhelyek, szerintem egyszerűbb dolgok van. Itt mit teszel föl, azért ez egy nagy kérdés. Lánchíd, mi büszkék vagyunk rá, azért annyira nem ismeri. Budai vár, büszkék vagyunk rá, hát nem egy világ jelkép. Hortobágyi 9 lyukú? Oké, csak hogy mi a jelkép? Szürke marha. Magyar címer? Nekem az szürke marha, ugye? Nekünk egy kicsit tényleg nehezebb, ez az a Kolosseum, a világ bármely pontján mondják, hogy Kolosseum. Ez itt megmutatod az Erzsébet hídat, azért gondolkozik a izé. Igen, hogy ezt hol láttam. Vakarja az izé, megszikolja a fejre, életben hol láttam. De hát, nem vagyunk könnyű helyzetben. A Lánchíd azért az egy emblematikus. Nekünk. Szerintem a világban nem, azért nem olyan. Senkinek nem az. Az Eiffel torony, ugye, a New York-i szabadságszobor. Persze, csak hogyha mondjuk Budapestnek jelképet kell keresni. Jó, hát az a persze. De ez olyan, amikor a magyar konyha világhírű, dehogy az. Tehát, hogy nekünk fingjuk nincs. Elviszed 200 km arrébe a gulyást, és azt mondja, hogy így eszed, nem bírom megenni. Meddig világhírű? Hegyes halom. Meg vissza is. Mi hiszük magyarok, a bálinka, meg a magyar konyha. Dehogy az. Hát legyünk, hogy nem az. Bárcsak az lenne, de sajnos nem az. Tehát egyébként mit tennél föl, ami jó, vagy mit jelenítenél meg? Én most így ránézek, akkor nekem a gyertek át szombat este vége jut az eszem, amikor eldurantjuk azokat a patronokat, és akkor mindenfelé szállnak ezek a kis. Hát ott visszaköszönnek ugye az olimpiai karika színei ebben a dologban, de a szürke marha meg azért lenne jó, mert az jelezni egy kicsit, hogy megyünk a marhaság felé ezzel az olimpiával, értette. Ja, én nagyon drukkolok, hogy nagyon remélem, hogy ne kapjuk meg. Tehát ebben igazad van, hogy de mit tennél rá, erre meg én azt mondom, hogy én nem vagyok grafikus, tudod? Tehát, hogy persze, nem inkább egy jó ötlet kell. Igen. Mert ilyenkor szokott azért lenni, hogy akkor találj ki jobban. És igaza van, mert tényleg lehetne biztos jobbat kitalálni, csak nem a mi szakmánk a jobbnak a kitalálása, de nyilván véleményünk azért lehet egy dologról, meg szerintem volt egy csomó jobb. Mindegy, egy kalocsai hímzést. Egy jó kalocsai. Azt se ismeri senki. Egy jó kalocsai föl. De ez nem igaz, mert mondjuk világcégek is, nagy divat cégek is használtak kalocsai, azt hiszem kalocsai mintát. Igen, meg hát azért emlékszem, hogy a Forma 1-be kicsit bement, és akkor valaki felvett. Hát is volt egy olyan teljes kollekciója, vagy valamelyiknek, nem tudom. Na, az még talán egyébként a leginkább világhírű. Hát vagy legyen rajta, ami nem rakták rá a varázsdobot a milánói világkiállításnak a magyar pavilonját. Az is mindenki egyszer látta, megjegyezte. Vagy a piros paprikát. A Rubik kocka. Rubik kocka. Az. Hát a Rubik kocka az. Mindenki ismeri. Az mindenki. Akkor ki legyen rajta Puskás öcsi, és aki éppen Rubik kockát forga. Igen. Puskás öcsi az olimpia színeiben forgassa a Rubik kockát a hősök terén. Így van, a lábainál pedig egy puli áhítattal figyeli mindezt. Így van, és egy gulyás. A gulyás lesz nem észlelőleg nehéz megjeleníteni. Igen, hát igen. Szóval, hogy nem, mindegy, hát nem, ez ugyanolyan, mint az olimpiai, vagy az úszó EB, vagy az úszó VB-nek a vizes képei, a felhívói. Hát egy grafikus, a megjelenés után két órával fölrakott olyanokat, hogy besírsz, annyira jól néz ki. Hát, hát ott alapvető hibák voltak, hogy más színű a víz, ahova bemontírozták a izé ugró embert. Szóval hát szörnyű, hát szörnyű, ahogy kinéz, érted? Hát hogy néz az ki? Annyira szépeket küldtek egyébként az olvasók, egy internetes portálon szavaztatott, vagy mondta, hogy oké, akkor most küldjetek ti is, és baromi jókat csináltak. Tehát elképesztő volt, és akkor a különbség a valódi, a között, ami megjelenik majd, mint úszó vizes VB, ugye plakát, és azok között, amit a hallgatók, vagy az olvasók küldtek, és gyönyörűeket csináltak tényleg. Mi meg? Hát azzal a vízből kiemelkedő, ilyen műlovarnőfejű valakivel ott agyon sminkelve, Jézus Atya úristen, szörnyű volt. Na mindegy, én egy női feneket láttam bele ebbe a logóba először, vagy így próbáltam, aztán mesztelen testeket, de lehet, ez nagy már csak baj, az én. Nagy a baj. Igazából mindenben ezt látod. Hosszú az a 10 év, hogy a házasságul azért, vagy mert már egy logóba is belelát azért néha női melleket, meg néha, fenekeket. Néha meg kell erőszakolni, a gondolatot, mert mégiscsak női fenekeket látok abban is, bármiben. A rossz arc, ezt tudod, pszichológia. Egy fokhagymás tejfölös lángosban is azt látom. Mell, nagy mell, kis mell. Mindegy, milyen mell. Pszichológus elém teszi, én mindig csak egy kicsi mell, szépen, nagyon nagy mell, óriási mell, nagyon kicsi mell. 10 éve vagytok házasok? Hát nem, 10 éve nem vagyunk házasok, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 éve vagyunk házasok, és lassan 10 éve ismerjük. Ja, aha, mert mondom, akkor biztos nagy buliban gondolkozol, 10 év újra házasodás. Azt észrevetitek, hogy a házasok szóban benne van az, hogy sok. Ez a sok. Megint Sóbert család. 5 évente egy sztori címlapért elvegyem újra a feleségemet. Na, de... nem, most nem a címlapra gondoltam, csak azt hittem, megerősítitek a szent köteléket. Na, azt hittem, fölösleges procedúrának. Hát egy idő után meg ma az a házasodtok össze, mert elfelejtetted. Igen. Mi van? Nem, akkor vegyél el újra. És akkor elveszem újra. Na, nézzük gyorsan, mit írnak hallgatóink. Kivel mi van, kinek hogy indult a reggel, kinek könnyebben, kinek nehezebben. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan alulról.
Valaki elküld 3 óra 6-kor, nem lesz sajtótájékoztató. Nagyon szépen köszönjük, ez nagyon fontos. Eplényi sípája bejáratánál egy kutyasétál az útszélén, mindenki vigyázzon. Hát jó. Sijálni akar, csak nincs hó. Igen, vigyázzon. Azt mondja, hogy hajduk böszörnye kellett volna jönnötök, írja nekünk valaki. Nálunk a fejünket levitte a szél 60-ban. Na, akkor legalább a 60-i szél megérkezett. Ez király. Azt mondja, hogy Jani, veled álmodtam, tényleg bunkó vagy részegen, de én nagyon bírtam. Tom küldte nekem. Megtisztelő, köszönöm szépen, Tom. Erősen koncentrálok ma a lefekvés belőtt, hogy én meg veled álmodhassak viszont. Igen. Azt mondja, hogy erre nem reagálunk. Jó reggelt, Bali, dobd a százas. Tudom, oké, igen, az időjárás, dobom. Nincs mibe dobni jelenleg. Dobni. Bármit adok, de én több pénzt abban a persejben nem adok. Mi van a persejünkkel? Hát elvitték, aztán azóta is hozzák vissza. Nem tudom, mi történik vele. Hát van persejünk, de igazából nem nagyon akarjuk elkezdeni megint a gyűjtést. Tudod, miért vitték el? Most már rájöttem, hogy miért vitték el, hogy mi ne tudjuk levenni az új lenyomatvizsgálatot. Tehát ez add csak oda, majd én elviszem. Elvitték. Honnan fúj a szél? Azt nem tudjuk megcsinálni az új lenyomatvizsgálatot. Ez milyen fura. Add ide majd ezt kivizsgáljuk, add csak ide azt a persejt. Sütj! 3 hete szó nincs arról a persejről, nem? Mert mi elvittük volna a Celluxot, azon van új lenyomat, hát megnéztük volna. Az igazság éjszakért, most elfoglalt, vagy nem tudom. Igen. Na, gyorsan ismételjünk valamit a tegnapból. Azt nézem, ugye nem még jött egy közlekedési ír, csak ezt még be akartam olvasni, mert ez talán fontos lehet, hogy itt van, megvan, mondom már is. Most állnak ki a rendőrök az M3-oson a 204-es kavicsnál, Hajdunánásnál, úgyhogy érdemes figyelni. Azt hallottátok, hogy jövő héten az összes trafipaxot ránk szabadítják egy napig, és minden hát rendőrt kiállítanak? Tavaly, nem emlékszem, mit csináltuk meg ezt tavaly, te kérhetsz most trafit. Engem tegnap hívott már. Megint az alezredes úr beszélt a rádióba, és mondta, hogy tavaly nagyon köszönik, hogy mi kihelyeztük a trafipaxot, idén is van lehetőség. Na, akkor megint találjuk, hogy hova helyezzük. Tehát egy trafit mi tehetünk ide, a nép maga rendelkezhet, tehát ők várják a javaslatokat. Ha valaki Kiskunfél Egyházán a Petőfi utcában azt gondolja, hogy gyorsan mennek, akkor beszól a izére, rendőrségre, és már mennek is, és egy trafink nekünk is van. Jó, akkor valamit találjuk neki, valahova tegyünk, tetessünk trafit. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk tegnap, megjöttek a szelektív kukák, ahogy látom, ezt ismételjük. A drága önkormányzó személyesen kiszállította, hogy végre ne lezárjuk ezt a szelektív kuka dolgot, és házhoz hozták, olyan rendesek voltak. Azóta sem sikerült kinyomozni egyébként, hogy kik voltak egészen pontosan, de nem kellett elmennem a szelektív kukákért, mert meghozták. Egy delegáció felvonult Pogácsával, Pesgővel. Azt neked kellett volna azzal várni őket. Langyos ásványvízzel. Vártuk őket, és meghozták a szelektív kukáimat, amit azóta egyébként nagyon aktívan használunk is. Úgyhogy ezt megismételjük. Közben mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra, hogy állunk. A 3-1-re elvittem a hetet. Hú, mekkora meccs volt tegnap. Teljesen a tegnapi nagyon szép volt mind a két részről. Jani részéről is, és a játékos. Zsolti Tapolcáról. Az egy óriási. Zsolti Tapolcáról legendává vált. Tényleg jó volt. Lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók, ha játszanátok velünk, mi pedig azt mondja, hogy igen, jövünk a hírek után, az ismétlés után, majd játszunk. Ugye? Igen, és majd jövünk az ismétlés után. Egyen, a hírek után. És játszunk. Tíz perc múlva pontosan 7 óra itt vagyunk, és játszunk már is valakivel, aki úgy érzi, hogy le tud bennünket győzni. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Hello, Tomi, jó reggelt. Honnan... Jó reggelt, sziasztok, fiú. Honnan írtál minket? Bonyhád. És mit csinálsz? Hát most ülök és várok. Várom a műhelyes fiúkat, szemléznénk a kamiont. Ah, egy kamion szemlén vagytok éppen. Aha. Így van. Ez a feladat, hogy megnézzétek, hogy milyen állapotban vannak a kamionok, vagy az áru? Hát igen, bizonyos időközönként a szerelvényt szemlézik. Szemlézitek a szerelvényt. Így van. Jól van, kivel játszanám? Hát Ferit választanám. Remek választ. Ferit. Remek. Jól van, esetek egymásnak akkor, jó? Indítjuk az órát, és hát legyél ügyes, Tomikám, rukkolunk. Okay. Free és túl is van, és fire. Elmondod, miért engem választottál? Jó reggel, Vanoka. Feri. Szia. Persze. Nagy disznóvágó hírében állsz. Szeretem, te is? Persze. Vágtál az idén? Hogyne, többet is. Többet? Így van. Kolbászt csináltatok, hurkát? Mindent, amit egy
sertésből csinálni lehet, mindent csinálunk. Forrázzátok, vagy pörzsölitek? Perzseljük, perzseljük. Véres hurka is volt? Okvetlen, okvetlen. Kihagyhatatlan, ugye? Így van, nagyon-nagyon szeretem. Véres, májas. Kamionozol, azt mondtad? Így van, így van. A szemle egy... Aha. Szemle egy havonta van? Játsszuk végig. Péntek van, játsszuk végig. Hát az, hogy pont a héten vettük el így végig. Igen. Legyen úgy, igen. Igen, az, hogy pont egy igeért vettük el már a héten egy játékostól, tudod? És akkor az így viszont igazságtalan lenne vele szemben. Szép volt, Feri! Tomi. Hát legalább megpróbáltam. Nem kellett volna már sokáig húznod egyébként. Nem, másodperc is megvan. Nem, érettem a végét. Vége volt, így 10 másodperc kellett volna, hogy legyen. És elvérettem. Leengedtél. Pedig jó volt. Gratulálok a Ferinek. Hát ne nekem. Hát. Köszönöm. Na jó, nekem. Kinek. Igaz is. Köszi a játékot, ciao. Magamnak nem gratuláltok. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Szarvas Sárdánál a 18. kerületben útjavítás folyik túlódás van. Szóval küldte nekünk baleset az M3-ason Budapest felé a 110-es kilométernél az árokban. Lőrincen sincs minden rendben. Mi? De majd lesz. Épül-szépül a csak haza. Már ha a közlekedési híreket mondasz, már most mondom, meg mondja szerintem mindenki, hogy a hétvégére Budapestet tessék elfelejteni. Na miért? Hát futás van, ugye Vivicsita, meg azt hiszem életmenete is van, meg minden egyszerre. Tehát most Margit-sziget a Vivicsita, nem? Vagy hát, onnan indul, ott végződik? Igen, ott végződik. De befutnak a városba, mondom, életet, tehát nagyon mennyi sok minden van. Mennyi, az 12 Vivicsita? Nem, attól függ, 10-21. De Feri szakértő, hogy mondja. Én nem vagyok. Én nem megyek, te jössz, te már voltál. Én, igen, na mindegy, jó. Na mi van most, ezt levívjátok le, hogy most én csak kérdeztem, hogy mi van most, hány kilométer? Van minden, mi van, ez a kis apró pici távok is vannak. Futó közöpi kakaskodás, amit itt hallhattunk? Mi volt ez a kis pipiskedés itt, hogy mi most, vagy mi van? Van 7-es is, 10-es is, fél maraton is. Igen? Nem, mintha én érintett lennék benne, mert tőlem aztán mindenki oda futóval akar. Idén nem megyek. Nem futsz? Nem. Nem? Nincs kedve. Oké, okay. Öt anyja van, az fusson gyerek. Na. Tessék? Nincs öt anyám. Tessék? Nincs öt anyám. És de hát a fussál sokat, ha jól esik. Keresek még négyet. Mi? Keresek még négyet, aztán fussál. Nem, tényleg, hajrá. Tehát drukkolok mindenkinek, aki fut, egyáltalán nem érdekel. Tőlünk is futnak. Néhányan, azt hiszem. Most hétvégén már kergetik. Most is. 5 perc, pontosan 7 óra. Friss közlekedési híretek van, küldjétek. M3-as 204-esnél Nyíregyháza felé összepakolt, és elindult a rendőrre, lehet megunta, hogy bemondtátok. Hát lehet, hogy hallgat minket, igen, és így lelepleződött, nem tud már mérni. Minden esetre lehet, hogy valahol leáll, úgyhogy vigyázzatok, jó? 5 perc van, 7 óra, jövünk nem sokára a konyhai játékunk, amivel 1 milliós konyhát lehet nyerni, úgyhogy figyeljetek, jönnek a részletek. Nem sokára Ákos híre jut. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Egy jó kis szeletelős muzsika. Csak hogy mindenki fölébredjen. M5-ös autópálya Szeged felé 60-as kavisnál kutya sétál a lábában, nagyon veszélyes, Zoli küldte nekünk. 6-os Pest felé az M0-ásnál elesett, valamint igen, az M6 Mohács után Pest irányában pár darab műanyag vödör és doboz van az úton, óvatosan menjen mindenki. Pápán a külső Győri úton most rakják épp a háromlábút, az M3-as 110-es kilométerén nincs baleset, a kamion már tegnap is az árokban volt. Hát aztán, hogy tegnap is zárodott? Hát aztán kit érdekel, hogy ott van. Mi tegnap beszéltünk, kamionról, mi ott volt? Igen, ugye tegnap is mondtuk ezt a balesetet, és akkor most ugyanaz van ott. Tehát, hogy ez nem Igen, 110-es kilométernél. Szarvas Sárdánál a kereszteződésben útjavítás folyik, torlódás van. Ezt azt küldte nekünk, Kunhegyes és Bánhalma között egy kamion pótköcsi, a becsúszott az árokba, félpályás úton halad a közlekedés óvatosan, mert veszélyes az út. Vizes Robi küldte nekünk, köszönjük szépen. Szintén Lőrinc egyébként, Szarvascsárd és a villanytelep között, az ugye már Kispest, 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a BKK Facebook oldala szerint. Köszönjük szépen a BKK-nak. Rendesen. Hát, annyira cukik. Igen, megnéztem ezt az új logót, tényleg most még egyszer jobban kielemeztem. Kicsit lehangolja az ember. Szóval igen, hát elképesztő. Elképesztő, gyerekek.
Olyan kicsit össze-visszának tűnik, ugye? Hogy mintha nem lenne benne. Tehát azt érzed, hogy kiborult a festékes vödör, amiben ilyen színű festékek voltak, és a macska átrohant rajta, nem? Vagy gyere, a gyerek így kézzel elhúzódott. Meg hogy kapkodtak, hogy kb. Fél óra alatt valaki így megébredt, és akkor gyorsan csináltak valamit. Tehát hogy az egész ilyen fura, meg ez a szakértő zsűri, én ezzel nem tudok mit kezdeni soha, hogy megszavaztatják az embereket, hogy mit tetszik nekik a legjobban, utána pedig egy szakértő zsűri eldönti, hogy mi lesz. Hát igen, mégis tehát, csak hogy ők igen, hogy ha állandóan azért jönnek, hogy ez az olimpia, ez nem egyesek olimpiája lenne, hanem mondjuk mindenki olimpiája. Akkor mi lenne, ha egyszer végre az emberek döntenék el, hogy ők milyen logóval szeretnék képviseltetni magukat a világban, nem? Hát rohadt drága a népszavazásért. Ja, igen. Hátfájlod érne oda földesünket. Persze, ez is baj, de én azt mondom, hogy oké, nem baj, szóval ne bízzák az embereket, csinálja meg ezt valaki. Tehát, hogy oké, akikért egy designer stúdió vagy bármi. De hogyha megnézed tényleg Rómát, Párizs, Los Angeles, mindegyikben van egyfajta lendület, egyfajta erő, egyfajta, hogy ránézel, és úgy elindul. Van benne egy ilyen flow élmény, nem? Hogy a Colosseum, hogy kanyarodik, a párizsi Eiffel-torony, igen. Los Angeles, hogy elindul az angyal, úgy azt érzed, hogy van benne egy lendület. A magyar logó pedig egy ilyen kis batkamanó, mint a gyerek lerajzolja a szabadságszobrot, a vízből kiemelkedik egy ilyen kis manó, ami tart valamit, és akkor köré rakjuk még ilyen hülye pöttyöket. Tehát az eszem megáll, komolyan mondom. De tényleg, tehát annyira ott van ronda, hogy ez komolyan nincs azoknak szeme, akik ezt tervezték. De tényleg. Hát ha megnézed, hát a tervezőnek az lehet, annak nincs, aki döntött. Róma, a Colosseum kanyarodik egyet, és van benne egy ilyen lendület. Az Eiffel torony úgy van megcsinálva, mintha az egészben tényleg így mozogna. Los Angeles, hát az angyal az leugrik a képről. Jön egy ilyen kis kétkezű, ilyen kis manóka, tartja ezt, ugye ezt a kis, nem tudom, levelet, pöttyök vannak, és éppen jön ki a nem tudom. A szabadságszobor jön ki a vízből, és akkor ott van alatt az ötkarika, ami nincs ott. Hát borzadály. Meg miért kellene stilizáltnak lenni ennek a szabadságszobornak is, hogyha Los Angelesnél ott tud lenni egy konkrét nőalak, amit mindenki be tud azonosítani, akkor a szabadságszobor, ami szintén egy gyönyörű nőalak, miért nem lehetett volna az, ami egy nőnek a szobra, nem pedig ez a világifjúsági találkozós ilyen izé, Tonya Szockos ilyen. Kicsit elnagyolva. Egy kicsi ilyen pálcika bábú tart egy ilyen fél bolt ívet, érted? Hát most megmondod a gyerekednek, hogy rajzolja, az körülbelül ezt rajzolja 6 évesen, nem? Igen. Jézus Atya úr is. Ez a Róma logójára ránéz, és ezt látod bárki. Bárki, aki ránéz, rögtön látja, hogy az ott a Colosseum. Mindenki merte vállalni az épületeit, csak akkor mi nem ezek szerint, tehát mi csak stilizálva mertük a szabadságszobrunkat. Arról beszéltük, ugye, hogy kevés olyan beazonosítható épület van a fővárosban, ami alapján az emberek a világ minden táján azt mondanák rögtön, hogy Budapest. Na most találunk egyet, ami szoszó, és még azt is stilizálta rajta. Mik ezek hogy festékpacákot körülötte azok? Mondom, a macska átszaladt a leborult festékes vödörbe. Igen. Leesett, és jobbról balra, hogy Csinálj! A rohadt életbe kell, gyere vissza még egyszer! Hát, föltesszük majd a Facebookra, nézzétek meg, drága hallgatók, tényleg. Hát annyira drukkoltunk, hogy ha már elindulunk ezen az olimpián, legalábbis a szavazáson, vagy a döntésen, és megpályázzuk, hogy rendezzen Magyarország olimpiát, akkor valami szépet adunk be, de hogy ez nekünk valahogy tényleg soha nem sikerül. Hát, mint ha átok ülne rajtunk, komolyan mondom, de tényleg nem így van, hogy átok ül rajtunk. Nekünk a logóink valahogy. Vegye le rólunk valaki ezt az átkot. Kabala figurában és logóban nem vagyunk erősek. Nem. Atya úr, és senkinek nincs ott szeme. De nem? Nincs. Hát komolyan mondom. De jó pályaművek is beérkeztek állítólag, csak mégse aztán azok nem kellettek. Mert a nép nem. Más döntött, ugye? Tehát más szavazás. Azt is meg lehet egyébként nézni, az is fenn van az egyik oldalon. Én az előbb egy ilyen Origos cikkből linkeltem át, és ott a közönség szavazásának a győztese fönn van, az az egyetlen. Hát én azzal sem vagyok annyira kibékülve, de azért az szép. Az egy ilyen típuson, amiről Feri beszélt reggel, az a Matyó mintás verzió. És az úgy szó volt? Na, jobb, ennél. Százszor jobb. Ja, hogy így van. Tehát, hogy ott tényleg az emberek szavazták meg. Úgyhogy ott konkrétan mögött állt nem tudom hány ezer embernek a szavazat, meg véleménye, meg ízlése. Tényleg mik ezek a csingok, pöttyök? Mondja már van meg. Van maga körül, a logó körül vannak ilyen pöttyök, tényleg. Tehát ez a Pistike rakjál még föl valamit, mert nem elég szép a ízi házacska, amit rajzoltál. Még egy kis kéket? És akkor hogy gyorsan körbe rakják. Ti drukkoltak egyébként, hogy megnyerjük az olimpiát? Nem. Van, aki hisz az olimpiában? Te egyik kötök se? Valószínűleg van, aki hisz, de mi nem. De ti nem, egyáltalán? Nem, reggel is elmondtuk. Nem, azért mert, tehát hogy
itt nem a sportszeretőtről van szó, mert azt mindenki tudja, a kivétel nélkül, aki hallgatja ezt a műsort, hogy mind a hárman rajongunk a sportokért, nagyon szeretjük őket, nagyon szurkolunk minden magyar sportolónak, bármilyen világversenyen indul. Csak egyszerűen ennek sem a városnak, sem az országnak az infrastruktúrája nem alkalmas arra, hogy olimpiát rendezzünk. Bármennyire is erőltetik ezt egyébként nagyon-nagyon nagy nevű sportolók, fantasztikus emberek, de hát ettől függetlenül teljesen mindegy, hogy ki erőlteti rá azt, ami nem igaz. Igen. Igen, nem tudjuk megcsinálni szerintem normálisan, vagy olyan teher lesz az országnak, amit aztán nagyon hosszú ideig fogunk nyomni. De igen, egyébként én még csak azt sem gondolom, hogy nem tudnánk megcsinálni normálisan. Tehát, hogy szerintem azért meg lehet csinálni, mert azért, mint ha x 100 000 vagy 10 000 sportolót azért el tudsz rakni, meg el tudsz állásolni. Tehát, hogy ez nem akkora infrastruktúrális igénybevétel. Ez már tényleg kiderült hosszú-hosszú évekkel korábban, hogy nincs az, hogy megbénulnak a városok ilyenkor. Nem, nyilván persze sok helyen dugó van, meg közlekedési káosz, nem tudom. De mi mennyiségű pénz folyna el, gondold el. Igen. És hogy ott mennyi pénz folyna el valójában arra, hogy a stadionok, meg nem tudom, úszócsarnokok, meg vívócsarnokok épüljenek. Minden országban mindig kiderült, hogy azért a korrupció, meg a meleg ágyom. Hát amiről reggel beszéltünk, ugye, tehát, hogy épeszű emberne, már mindenki az olcsó olimpiák felé megy, visszalép, rájön, hogy nem kifizetődő, és azt mondja, hogy nem köszönöm szépen, nem kérek. Hát már ezt az olimpiai nevezést is, amire mi pályázunk, már egy csomóan visszaadták, nem jelentkeztek, mondták, hogy ők ezt nem merik bevállalni. Nálunk sokkal szerencsésebb fejlődési országok, Hannover például, így van. Tehát, hogy azt mondták, hogy nem, ez nekünk túlságosan drága, és ugye mindenki megy az olcsó olimpiák fele, hogy vagy osszuk meg országok között, vagy legyen az egész sokkal egyszerűbb, és nem ennyire monumentális és hivalkodó, mert hogy ez egy biznisz. És hát biznisz azoknak, akik ezt csinálják, biznisz a Nemzetközi Olimpiai Szövetségnek, mindenkinek egyébként. Brutális pénzeket kell kifizetni, brutális pénzeket kell elköltened, vállalnod kell bizonyos dolgokat, hogy mennyi pénzbe kerül ez az egész. Tehát volt egy nagyon nagy cikk, több mint AVG-be, Indexen, nagyon sok helyen, ahol leírták, hogy ez egy-két szervezetnek, egy-két cégnek ez hatalmas biznisz, mindenki más egyébként belerokkam. Igen. Szóval. Lehet, hogy mi akarjuk az első ilyen olcsósítottat megcsinálni. Azt nem írtuk bele a pályázatba, hogy katonai sátrakban szállás. Igen. Gulyásárjúból étkezés. Így, gulyásárjú, úszás, a Velencei tó, Balaton, Duna. Tehát, hogy nem kellenek új medencék. Érted? Futópálya, Hortobágy. De erről már egyszer régen beszéltünk. Igen. Az olcsó olimpia mellett vagyok. Tehát én, amit láttam a kínai olimpián, amikor megnyitották, hát a Magyarország 10 éves államadósság költötték el, csak a megnyitó ügyesére. A falon futottak, annyira megalomán volt, és annyira már nem a sport szeretetéről szól, csak arról, hogy legyen minél megalománabb. És a 4 évvel ezelőtti országot győzzük le a megnyitó ünnepséget. Nagyon jó. Szörnyű volt, és láthatóan teljesen értelmetlen. Szóval, hogy a pénzköltésnek a csimborazója volt. Ne kapjanak pénzeket, sem az élményét sportoljanak, ne kapjanak érmeket, se kapjanak egy babérfüzért, egy olajágat, egy fokhagyma füzért, a nyakukba, vagy paprikát. Paprikát, ott van. Három kalocsai asszony adjon paprikát. Tehát nagy szennyi, paprika füzér. Az első, a fokhagyma a második, a harmadik meg már nem jár. Ne a fokhagyma legyen a harmadik, mert vagy a büntető. Akkor babér, paprika, fokhagyma. Tessék, meg vagyunk. Nincs egy olyan ország, vagy egy olyan sport, ami esetleg úgy el tudnánk indulni, hogy kitalálunk magunknak valamit, ilyen nincs. Tehát, hogy valamilyen nem tudom milyen országban létrehozunk valamit, és abban az országban mi vagyunk abban a legjobbak. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát nem tudom, keresünk egy országot, ahol nekik az a fajta sportág az nincs. Aha. Mi bejegyeztetjük magunkat, és elindulunk. Egy ilyet nem tudunk megcsinálni, és jelentkezünk, nem tudom, valamilyen afrikai országban, hogy mi létrehoztuk a nem tudom mit. Hát figyelj, csinálhatunk egy most ilyen. Most egy nagyon tág, amit mondtam. Tudom, ilyen Erik az angolnás törőt. Erre gondolok, hát szerintem az a baj, hogy én nem emlékszem rá, hogy lenne 3-as váltó, de 4-es az van. Tehát egy 4-es úszóváltó azért, érted, fel tudnánk tenni szerintem a koronát arra teljesítményre, amit annak idén Erik az angolna letett. Valami ilyenre gondolok, hogy találunk egy országot, igen, ahol egyáltalán nem űzik azt a sportot, 4-en megalapítjuk egyébként, valahogy kérjük, hogy hát ugye hagyd legyünk állampolgárok, 3-4-en létrehozzuk, te leszel a szövetségkapitány, te leszel a nem tudom, én masször, én a maga sportoló. És mi 3-an kivonulunk aztán. Vagy nekem a változna, jó tetszett az vagy a úszóváltó az jó lenne, azt csinálnánk, hogy szereznénk még magunk mellé egy negyedik embert, mondjuk hogy például a Csabit nem, mert ő régen úszott. Tehát, hogy az mindenképpen kitétel legyen, hogy túl nem lehet, és aztán amikor megvan a 4 ember, akkor sorsot húznánk, hogy kiússza a pillangót.
Mert az lesz a legkínosabb. Hát egy csomószor történt már ilyen, hogy egy adott országban létrehoztak egy szövetséget, csak azért, hogy aztán elindulhassanak az olimpián. A Kembeszor elég nem ezt csinálták egyébként? De, ezt csinálták, de, nem? De a Kembeszor emlékeim szerint két olimpián is próbálkozott. És hogy, hogy indult el, vagy mit csinált? Mi volt a sport? Az egyik vívás, a másik nem sielés. Pont erre gondolom, hogy valahol hozzunk létre egy szövetséget, és induljunk el a dél-afrikai sáncugróval. Szövetségként, érted, magyar és dél-afrikai színek, most jutassuk ki magunkat valamelyik téli olimpián, és simán meg lehet csinálni. Ez a Balázs látszában ezt nem ő megvenni? Nem, de nem is baj. Jobban nem láttam, mi következik. Hát ez meg ugye az Eddie a Sas is. De ő legalább tudta, hogy melyik sportákban akar, és ugye hát nem volt senki, aki előtte volt. De ő kiharcolta magának, hogy valamilyen színekben indulhasson. Igen, ugye? Kongói színekben. Igen. De ő magyar állampolgár, nem? Vagy akkor kettős? Szerintem ő kettős állampolgár lehetett, és hát nem is tudom, honnan jött talán az ötlet, hogy vívott a kortályt, és akkor így bekattant neki. Szerintem egyébként ő is onnan vehette az ötletet ezektől a kicsit, hogy is mondjam, csak kevésbé tehetséges. Aha. Azt hiszem, hogy a jamaikai bobcsapat, az is tényleg. Tehát az tőlük vett az ötletet, és akkor csinálta meg, hogy elinduljon. De ő tudott is egyébként vívni. Hát jó, nyilván nem világszínvonalon, de azért annyira igen, hogy kongói színekbe el tudjon indulni egy személyes olimpiai csapatként. Na van kedves volt a telefonszámunk, miért fölhívjuk, megkérdezzük, hogy itt hogy zajlott. Hát, ha tud mondani nekünk egy ötletet, hogy mi három mit jegyeztessünk be. Ugye már lecsúsztunk szerintem, tehát ez kicsit előbb kellett volna, de nem lehetett. Már látom a napot, amikor majd berohan valamelyikünk, rácsap az asztalra, és azt mondja, traplövészet. Az mi? Kameruni traplövészet. Még tudunk kvalifikálni. És elmegyünk a kameruni traplövészet csapataként, elvisszük az ászlót, felvonulunk, visszük az ászlót, és hát elindulunk. Ha már ugye magyar színekben sajnos nem tudunk elindulni, akkor elindulunk máshogy. Itt van, már meg is találtuk ebbe szóra. Hello, jó reggelt! Kívánunk neked! Jó reggelt! Hello! Ugye olimpiáról beszélgettünk, és ismertük a te történetedet, hogy te elindultál kongói színekben, ugye? Így van, hát ehhez mondjuk vannak ilyen feltételek, amiket teljesíteni kell. Többek között a kongói állampolgárság az egyik felem. Ja, igen. Ezt csak el lehet intézni. Hát valahogy el lehet intézni, nem? Hát feleségül kell venni egy kongói hölgyet, és akkor megvan az állampolgárság gyorsan. Hívom is a Vikit. Aha. Ebbe talán bele. Na, igen. Ez azért. De az, hogy ott lesünk az olimpián, ez még nem akkora ár. Le kell együtt hálni vele? Nem feltétlenül. A jogi utat kell kitaposni csak. Aha. És hát ez hogy ment? Vagy ezt hogy csináltátok, hogy aztán ott legyetek hirtelen az olimpián? Ugye vívásról beszélünk, aztán a következő téli olimpián síugrás, ugye? Kardvívás, és aztán majd mindjárt mondom a folytatást. Én már gyerekkoromban kardvívtam anno, 86-87-ben kezdtem el vívni, most már 40 éves vagyok, tehát ilyen távlatokban lehet beszélgetni. És hát aztán utána, amikor én láttam a Sydney olimpiáról készült, azt az úszó gyereket, nem tudom, emlékeztek-e rá, Erik Busambani. Hogy ne, Erik az angolna, beszéltünk is róla, persze, Erik az angolna, hogy ott itt, nem is tudom ki a Crazy volt, igen. Ja. Fönn is van az interneten. És aztán mindenki nevetett rajta, aztán nekem az volt az érdekes, hogy mégiscsak egy olimpián fuldoklik. És, jó vagy. Igen, jó megközelítés. Ja, nem volt 50 méteres medencéjük az országban, 25-ösben gyakorolt, és elfáradt, mire végúszta az 50-est oda-vissza. Igen, ez az igaz történet. Nem mindegy, hogy egy lupatonnál fuldoklasz, érted? Hat ember szemmel láttára. Na, és aztán így nagyjából ez így elindított egy olyan gondolatmenetet, közben van nekem egy csomó barátom, akik így mondták, hogy hát te vívtál, nem is voltál ügyetlen, mert ilyen junior korrigéti, azért Magyarországon ilyen versenyeztem. Nem öltél meg senki. Nem, és aztán így elkezdtem gondolkodni, és hát az internet az jó másra is, mint a felnőtt tartalmak böngészésére. Vannak rajta információ. Hát most mondtam egy újat. Igen. Bár csak másra is tudnám használni, de hát ez annyi időt veszel tőlem, hogy másra már nincs idő. És akkor jöttél rá, hogy akkor el kéne indulni? Igen, és akkor elkezdett így gondolkodni az agyam erősen, és aztán megalapítottam Kongóval a Vívó Szövetséget, ez egy papír. De ez hogy nézed, hogy egyedül ültél egy ülésteremben, megszavaztad magad elnöknek, senki nem volt ott, és utána azt mondtad, hogy mától létezik a Kongói Vívó Szövetség. Hát azért magyar úgy működik, mint itt, hogy egy egyesületet alapítasz, itt 10 fővel kell megalapítani, alapítók, kira, célkitűzések megvoltak, hát erre nyilván embereket össze tudtuk szedni erre. Ők tudták, hogy mi az a vívás, vagy vívnak egyáltalán, vagy akkor vívtak Kongóban? A
Akkor nem vívtak. Senki. Nagyon ez jó. Ez 2003-ról beszélünk, ma sem vív senki. Tehát az egyesület elérte a célját. Zseniális. Nagyon jó. És kik voltak az egyedüli? Kik voltak a szövetség tagjai? Vagy kiket választottál be? Hát gyakorlatilag ott voltak régi ismerősök, hát akkor már azért nagyjából ott voltam, ott a szeren, legalábbis a képben voltam ott, hogy ki kicsoda. Aztán így rokonok is voltak benne, hát nyilván. De jó, rokonok. Hát figyelj, ez nagyon jó. Ki nagy bácsi, unok a testvéri ilyenek. Unokaöcsém, abban nagyon megbízok, és aztán így, mert azért ez is egy ilyen bizalmi helyzet, mert itt szabadjára engedni 7000 km távolságból valamit, az úgy kemény. És hát én, de megalakult, aztán utána elkezdtem versenyezni, és 2004-ben megnyertem a tunéziai afrikai zóna kvalifikációs versenyt. Hányan voltatok? Ketten? Nem, 30 valahány induló volt. Az egész komoly. Rendesen össze kellett verni a brigádot, és ráadásul rólam nem hitték el, hogy kongói vagyok, akkor a útlevelemmel ott szórakoztak a vámosok. Mindegy, az érdekes volt. És volt egy nagy gratulálás a szövetség megalakulásához, hogy és mostantól kezdve létezik a kongói vívó szövetség, gratulálunk. És egy nyakad volt maradt, majd, tényleg? Volt majd. De jó, vágtak lovat, meg ilyen. Ez nagyon jó. Nagybátyám még azok nagyon szépen megünnepelték egy krokodillal. Őrület, te nagy, úristen. Bár, és aztán egyedül gyalogoltál a Kongó, nem, hát nyilván azért Kongó valószínűleg más sportágokon indított azért versenyzőket. Hát volt egy judós lány, attól azért féltem, és volt két futó, 400-as futó és két úszó emberke. Te voltatok hatan azért, kivitte az zászlót. Voltunk. Hát azt hiszem a futós srác az valami nagykövetnek a fia volt neki. Ki más? Csókos. És a vezetőink meg azt hiszem voltak 18-an kb. Tehát így 6 versenyző, 18 vezető. Egész gyenge, persze. És akkor szépen vonultatok a nyitó ünnepségen, megjelentetek az olimpián. Igen, a nyitó ünnepségtől záró ünnepségig ott voltam. Aha. Az edzőmmel, mert ugye a régi edzőmet szedtem előre erre a projektre. Becsi Istvánnak hívják, ha szabad kimondani, nem egy márkanévő, de most már lehet, egyébként egész sikeres vívóedző, és aztán amikor felhívtam, hogy kéne engem itt felkészíteni az olimpiára, először nézett nagyot, aztán mondta, hogy oké. Aztán sikerült végül is, ez teljesen jó volt. De gondolom, a szövetség ilyenkor kap valami támogatást, amit a vívásra lehet fordítani. Abból mit csináltak, vagy mit vettek, vagy mire költötték a pénzt? Hát ez egy tök jó kérdés. Igen, erre nem tudok válaszolni most, mert én nem érzékelek semmilyen ilyen dolgot, ami történt volna. Annyit tudok, hogy mostanában van valamilyen kezdeményezés, hogy egyáltalán vívó mestereket képezzenek. Csak hát eltelt 13 év. Aha. A szövetség romokban. Kicsit sokára ébredtek. Vettek négy járványi öltöny, hat darab telefont, és nagyon jó. Hát én nem akartam ezt én így kimondani, mert lokálpatrióta vagyok egy bizonyos. Nagyjából eltaláltam, hogy... Hát teljesen eltaláltam. A szövetség, a kongói vívó szövetség vett magának négy öltönyt, hat darab telefont, és elköltötték azt a kis támogatást, amit kaptak a... Hát, hát ez óriási történet. Nem lehet melegítőbb elmenni tárgyalni, érted, a szponzorokkal, meg ilyesmi. De zseniális volt ettől függetlenül, tehát nagy élmény nyilván, hát ott fő a nyitó ünnepségen, ott mi videóztunk is, hát nyilván felvettük az egészet, hogy lehet, hogy jó turista, és aztán utána hát az első sajnos kikaptam, de hát nekem ez így, a Kubertem azért kimondta, hogy a részvétel a fontos, és nem a győzelem, én meg nem bogyóztam soha semmit, és teljesen tisztán, és hát a jogi kiskapukat kihasználva befutottunk, hát lehetett volna nyerni is, de hát most már ez van. És már 13-12 éve eltett. Hát akkor ott voltál, nem vett gyalogban el senki. Persze, nem vagyunk rossz nyomon, hogy valahogy mi is tudtuk volna kvalifikáltatni magunkat. Nincs csak... korhatár az olimpiai indulása? Nincs korhatár. Nincs ilyen 40. Nincsen, de mi hol akartatok kvalifikálódni, vagy miért? Most kezdtünk el erről beszélgetni, és így merült fel a te neved, hogy így valahogy erről már kicsit lecsúsztunk, de hogy találunk tényleg egy országot, ott felvesszük magunkat állampolgárnak, alakítunk egy szövetséget, hát hasonlóan, mint te, és valahogy megpróbáljuk tényleg a nem tudom, a kameruni traplövő csapatként kivonulni az olimpiára, de hát kicsit későn ébredtünk nyilván. Katarban is él egy pár volt bosnyák, horvát és bolgár. De ilyen, egyébként meg kell nézni a nemzetközi szövetségek oldalait, és aztán ott megnézni, hol nincs valami. Aha. Jó. Egyébként tényleg, jó. De jó ötlet lett volna. Aztán te lemondtál már a szövetségi vezetéséről, vagy azóta is? Hát én sosem voltam, mert hogy én sportolóként nem lehettem sportvezető is egyben. Vannak különféle emberek, akik ott ezt csinálják. Most már nem nagyon követem, hogy kik azok, mert nem is lehet.
nyilván tesznek, hogy ne tudjuk követni, és aztán így ez egy kicsit ez a hajó elúszott, mondjuk így, sajnos, de hát némi kapok híreket azért, mert vannak ismerősök arrafele, meg a víváson keresztül is kapok híreket. De tök jó lett volna, ha 4 évente mindig elindulsz. Hát ezt vállalod, és úgy se nevelnek ki senkit, azóta se neveltek ki senkit, te 4 évente mindig ott vagy. Hát igen, és de vannak ilyen fizikai akadály, amikor valakinek 4-szer operálják a térdet, az enyém az 4-szer meg lett operálva, közben nem a vívás miatt egészen más. Hát edzeni nagyon úgy se kell, felmész a párcsalja, vívsz hát, azt kicsit, és aztán, nem? Amíg arról szól, hogy van egy edződ, egy magyar edződ, akinek azért nagyon van szakmai hírneve. Igen, az úgy vagyok a így azt az egyet ki tudtuk préselni, hogy azért nem vallottunk kudarcot, és ott egészen saját hülyeségem miatt vesztettem el azt az asszót rá. Mindegy, ott vagy. Érted, te vagy Kongóban, a vívásban, te az vagy, ami mondjuk az úszásban Magyarországon Hajós Alfréd. Tehát, hogy azért nagyon beszélnek. Érted, te raktad le az alapokat, aztán kicsit később épül majd erre. Végse gondoltam ezt így, de így legnagyobb vagy. Hiszel az olimpiában egyébként? Rukkolsz neki, hogy legyen Magyarországon? Vagy te is azok közé tartozol, akik azt szerintem nem? Igen. Én azért nekem az olyan szép nagy jó élmény volt, hogy ha meg lehet élni ott, ahol lakom, akkor azt szerintem ez egy zseniális történet lenne. Aha. De hát most ez nyilván tudom azt, hogy nem mindegyik olimpia volt. Nem úgy jött be mindegyik városnak, ahogy be kellett volna jönni, amelyet számítottak, lehet, hogy anyagiak is deficites volt. Nem tudom ezt a részét, nem látom pontosan. De hogy azért nem lenne rossz itt egy nyitó ünnepségen. Hát kérdés, hogy tudnák megszervezni a másik felek. Hát igen. Ahogy a Bődőcs mondta, először egy rendes hétköznapot kéne megszervezni. Ugye? Igen. Na hát köszönjük, hogy elmondtad, nagyon helyes ez a történet, imádtuk, hát pont ezen gondolkoztunk, hogy milyen jó lett volna, ha kicsit előbb ébredünk, és valami hasonlót találunk ki mi is. Gyermek, ezzel éppen jó hajú? Igen, mert most felvett egy szoknyát, ezt nincs rajta a bugyi. Lánygyerek nézelő. Ráadásul 9 éves és fiú. Ugye? Ezt lebeszél, ezt ne csinálja. Felvett az anya szoknyáját. Pistike, 100-szor megmondta, vedd le az anya szoknyát. Ráadásul 13 éves és vigyél iskolába kell menni. Köszönjük szépen, Zoha. Köszönjük. Köszönöm a lehetőséget. Ciao, hello. Milyen jó arc, nem? Tök jó ráérzett erre a dolgokra, és hogy még csinálta. A kóboli vívó szövetségben. Nem tudunk indulni. Lengőtteket? Még nem olimpiai sportág. De lehetne velünk első körben bemutató sportág, nem lengőtteket. Tudod, mi a durva? Nem tartom kizártnak, hogy megkeresel egy kicsit elmaradt, nem tudom, tényleg valahol Észak-Szibéria, Afrika, bármilyen ország, azt vegyetek le, hagyd legyek állampolgár, megadják, és én végig viszem azt, hogy el tudjunk indulni a tisztjátékban, mint fogsz egy kardot, hadonászol kettőt, hát nincs nálad jobb. Hozzánk vinni, hadd induljunk el az olimpián, és elindulsz. Hát ez az a mellékeltábra is mutatja, ez nem lehetetlen. Tehát előbb ébredünk, ezt meg lehetett volna csinálni. Teniszben mehetnénk egyébként. Na, hát és azt tényleg azt mondom, nem tudom. A nigériai tenisz válogatott, hadd legyek nigériai állampolgár, ütök ott két egyenest, egy keresztet, és elindulok. Nem. Szerintem működhetne. Csináljuk már meg, akkor te tudsz most, mert ott teniszező lemaradtunk erről. Hát ez 3 hónap alatt ezt nem viszed. Egy évvel előtte elkezdett szervezni, és megkeresel valamilyen úton, módon egy másik országot, hogy ezt elintézed nekik, elveszed, nem tudom, a külképviselettel a kapcsolatot, szerintem simán. Hát, simán. Kettős tenisz. Állampolgárként már lehet. Vatikáni színekben. Fehér sport. Az milyen durva lenne. 7:30 múlt, pontosan 3 perccel, jövünk nem sokára Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy kis retro zenével, hát a könnyebben megy az ébredés. Ezeket muszáj. 1, 2, 3, come on. Szeretted? DJ Otinak muszáj néha kicsit beavatkozni. Ez fölébred. De rossz. Ettől jobb kedved. Mert ezt nem hiszi el senki. Ez nem jó. És csak mondtam, hogy ez jó. Happy people, come on. Ettől nem azt mondom, ez nem minőségi zene. Egyszerűen csak mosolyogni fogsz, nyomod a gázt, ülsz a metrón, és egy kicsit jobb kedved lesz tőle. Hát nincs
ember, akinek, így akinek van. Doktor Albantól ne lenne jobb kedve. Hát ez... Ő nem akar semmit. Ő nem akar téged oktatni, ő nem akar tanítani, nem az is tudna. Az biztos, hogy tehát... nem. Ezt nem is éreztem benne soha. Tehát ennek számára nincs üzenete, csak az, hogy lazulj el. Érezd magad jó. Érezd magad jó, azért happy people. Süt a nap, happy people, vagy come on. Vagy valami legyen. Valami ilyesmi. És megkodod, hogy ú de blőd, ú de hülye, de hogy ettől az egész tőle megközben valahogy egy kicsit jobb kedved lesz. Hát tisztelet a kivételnek, nyilván nem. Talán nem mindenkinek. Na, kinézted az országot? Mit találtál? Figyeltek, megnéztem. Hol indulunk? Nem, most hol az indulunk van, négy év múlva, mert ez a hajó elment, de négy év múlva én ezt nem adom föl. Nekem ez nagyon tetszik. Rákerestem országok népesség szerinti listájára, rögtön legörgettem az aljára, vannak egy pár a 258-an. Nagyon sok olyan hely van, ami valamelyik nagyobb országnak ilyen tengeren túli területe, meg mit tudom én, úgyhogy egy picit följebb görgettem, és megnéztem, hogy mi az első olyan független állam, ahol a legkevesebben laknak, úgyhogy kettő közül választhatok alapvetően. Mond, izgulok. Nauru, Tuvalu. Nauru és Tuvalu. Ja, Tuvalu. Nauru igen. És Tuvalu, körülbelül 10 000-en laknak mind a két helyen, és nagyon szép helyek egyébként, és szerintem ott van egy-két olyan sportág, amit még nem nagyon próbáltak ki, és ahogy elnézegettem, hát a naurui menyecskék, srác. Durva? Szépek. Hát be kell házasodnunk mindenképpen, tehát hogy ez lenne ugye az első, hogy ott valakit el kellene venni, hogy nekünk legyen bármiféle jogosultságunk arra, hogy ott indulhassunk naurui színekben. Meghallgatnám már naurui himnuszt is, hasonlóan depp is, mint amilyen a miénk, tehát hogy azzal is tudnak szerintem egyébként azonosulni. És hát a Nauru, Tuvalu, vagy esetleg még a Vatikán jöhet szóba, mert mondom, mert szerintem a vatikáni boxválogatott tagjaként én azt gondolom, hogy biztos, hogy ott tudnánk. A vatikáni boxválogatott? Igen, szerintem ott nem lenne sok kérdés. Naurunál van egy elég komoly veszélyünk, hogyha nem jól teljesítünk, akkor ott van egy nagyon komoly foszfátbánya, és esetleg ott végezhetjük meg torlásképpen. Annyi, mikor visszamész az olimpia után, egy forró üstben fogyasztanak el majd. Ilyen fura ágyékötős láncsás emberek. Nem rosszak a naurui nő. A legprimitívebb előítéletek, tudod, innen Európából. Viszont, hogyha győzöl, akkor a legfőbb sztereotípiák. Egy csontot raknak az orrodba, és ráütetnek egy bambusznádból készült. Figyelj, tenger, van, elég. Az van körben, nem kevés. Igen, tehát óceán van, úszni nem például. Kevés. Komolyan mondom, milyen ország ez? Alapítsuk meg a tenisz szövetséget. Ti kijöttök, mint edző, mint szakágvezető, én elmegyek, nem tudom, játszom egy gyokoval, gyorsan kiesem, de kijutunk az olimpiára. Hát valahogy kvalifikáljuk már magunkat. Hol érezhetném magam jobban, mint Mikronéziában. persze, simán el lehetne ezt indítani. Aj, de kár, tényleg sajnálom, hogy ez egy picit nem jutott el a beszélni. A következőre még tudunk menni. A következőre még el tudunk menni, persze. Mikor a sajátunkon aztán megnyerjük 2024-ben, azon ja. Nem jó elindulni, mert az érted, végig vagyok itt a hősök terén, hát akkor már induljunk valahol, nem tudom, nem? Azért a Copacabana-n, ha vonulsz, azért az sokkal jobban. Azt sokkal is megcsináljuk egyébként, hogy elosztjuk egymás közt. Tehát, hogy nem mindannyian Naurura megyünk, hanem itt van Nauru, Tuvalu és Palau. Azt nem tudom, hogy akkor érted, és mind a három találkoznak. A Nautu, nem tudom, Maszfőr és a Vanutu, a Vanutu teniszjátékos. Így van, a Naurui teniszszövetség részéről, te, ugye a Tuvalui lengőtteke szövetség részéről felé, én pedig a Palaui traplövőknek a kapi, az egyetlen verseny. Nem mondta, hogy nem sínál, és ott van az olimpia. De kár, hogy ezt nem csináltuk meg, hagyja Isten. Igen, írja nekünk egy nagyon okos hallgató, gyerekek, nagyon lemaradtatok, Kembe Sorel kint volt az olimpián, úgy szeretem az ilyen önkéntes rendőri, az nem baj, ha nem hallgatja, csak tudod, amikor valaki úgy okoskodik, hogy egyébként sok felkiáltója halálosan komolyan küldi, hogy mi milyen hülyék vagyunk, mert erről lemaradtunk, úgyhogy pontosan negyed órája beszéltünk Kembe Sorel, ezt imádom, mikor valaki így osztja azért, hogy mennyire nem szeretnék vele élni, te jó Isten, képzeld el, ha ő a férjed vagy a feleséged, nem? Egy ilyen ügyeletes főokos. Nem megmondta, ez nem így kell csinálni. Úristen, képzeld el a feleségét vagy a férjét. Attól függ, hogy nő vagy férfiát. Ugye, akik így hallgattak. Igen, tehát, de... annyira szeretem az ilyet. Nagyon lemaradtatok, gyerekek, tudod, és ő megérkezik. Megjött a megszólásba, és most okos, tudod. Nagyon lemaradtatok, puszta hülyék vagytok, sok felkeltőjel. Hát ennyire felszínesek vagytok, föl se készültetek. Hát Istenem. Akkor kérek csak elnézést, hogy egy naurui hölgy írta volna, mert ott még esetleg szállót is cserélhetnénk. Ott még azért oda tudnánk kérni, igen. Beszéltünk, köszönjük, beszéltünk ebbe szerelem. Pont egyébként fél órája. Na játszunk, itt van már is a játékosunk, és egy hallgatóval játszunk a kérdést, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol.
Baj van, mert teniszben csak a ranglista első 50 helyezettje indul. Az no, nem, nem, oda, nem érünk oda. Top 100-ban nem jutunk be, sőt, a top 1000-be se. Tehát az nem. Akkor valami más kell, tehát traplövészet, keres igen, még valamit. Vagy egyébként tékvándó. Lauri tékvándó válok. Óriási egyébként, mert ránéztem a szigetnek a térképére, és a sziget annyira nem nagy, hogy a kifutópálya látszik a térképen. Tehát, hogy látod a szigetet, nem és egy a szigetet keren, igen, és a fele kifutó pálya a sziget. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Jó reggelt, Erika vagyok. Erika, be vagy rekedve, beteg vagy? Voltam, igen. Beteg voltál? Igen. Ó, szegénykém, de jobban vagy? Igen, köszi. Torokgyulladás, hogy mi volt? De milyen volt előtte? Nem, Hörkulut. Hörkulut, Atya Isten. Hát igen, ha most ilyen angol, milyen lehetett előtte? Na, hát maradt egy híres emberünk, mehetünk? Igen. Indítjuk az órát, fél percet, ez figyelj. Trevor Idlöfla. Ajjajajajajaj. Na. Trevor Idlöfla. Trevor Idlöfla. Mit mondtál? Alföldi Robert. Ennyi, hát jó vagy, így van. Ki sugott? Az egyik kolléga. Az egyik kolléganőd. Ügyes volt ő is, meg te is. Így van, Alföldi Robert. Hát ezt kellett kitalálni. Egyre jobbak a játékosok ebben a játékban. De jó, mindenkinek ráállt az agya. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Nagyon jó, köszönöm szépen. Ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszi, ciao. Hello. Szép volt. Találtam egy angol túvalói szótárt, én már készülök. Jaj, de jó, de jó. Hogy lehet, hogy szeretnék indulni olimpia? No foki lalo. Ja, nem ez a hülye. No foki lalo. No foki lalo, szeretnék indulni olimpia. Már meg is vagyunk. Hogy van, hogy bejössz nekem, így szól valami? Vagy tetszel? Szép lány vagy. Tuki gagala. Tuki gagala? Tuki gagala. Ez biztos? De ez nem, lehet, nem, hogy ez az, hogy kéreke, le. Igen, nem tudja, hol van a budi. Tuki gagala. Igen, vagy... Nem pontosan jó, mert azért nem jól jöjjön ki a dologból. Igen, tehát menjecskét ott találjuk. Nehogy ez legyen, hogy nem érted, valamit félrenézzél, és azt mondom neki, hogy pucsítok neked pénzért. És a következő dobja is a túvalói dollár. Egy forró is bejössz mesztelenül, és hárman állnak körülötted, érted? Na jó van. 5 perc van, pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A magyar leány szaladott, tesz hajába, tisztizik, ha benne van a baján. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és hát nagyon vicces SMS-eket kapunk. Úgy látszik, ma néhány új hallgatót köszönhetünk magunk között. Teljesen úgy kiabálnak ebben a dalban, mint a Feri is köztük lenne, hát, írja egy hallgató, igen, véresen komoly. És az előadónak a stílusa feltűnően hasonlít Polgár Petiére. Igen. Na, azt mondja, hogy csáó, az M7-es Pest felé friss karamból, másik oldalon kamion a leállóban, kerekek kitörve a 25-ös kilométernél, Sanci küldte nekünk. Ez Székesfehérvár, Budapest, Martonvásárnál van egészen pontosan. Hatalmas baleset, személyautó szalag korlátban, Zoli is elküldte, köszönjük szépen. Zuglóban az Egressi út és a Kövér Lajos utca sarkán egy motoros ütöttek el, le van zárva a kereszteződés, nagy dugó van, Ivet küldte nekünk. 14. kerület Egressi úton a Herman Otto általános iskolánál beállt az Egressi, választottok a Mogyoródi utat, ez valószínűleg ugyanarról szól. Trafi Mék úton, méghozzá Szeged felől jövőket mérik, úgyhogy ott is menjen mindenki óvatosan. Aztán azt nézem, hogy igen, az M23-as körnél megvan, egyes számú főúton Hajdú hatházánál egy kamion vesztegel és a fél sávot elzárja. Mit találtál? Na hát, srácok, felejtsük el
felejtsük el Tuvalut, meg felejtsük el az összes többi. Van még valami? Persze, nem, Nauru, tökéletes hely. Találtam néhány plusz információt még, ami a témához tartozik, és nagyon-nagyon biztató a helyzet, mert hogy Nauru lakosságának 94%-a túlsúlyos. 94%-a, még egyszer mondom. Így van, súlyemelésben ne induljunk, mert abban egészen jók. Nagyon megy nekik a súlyemelés. Ezen külön más sportákban nem annyira menők. Egyszer volt egy 100 méteres síkfutójuk, aki ki is jutott a Sydney olimpiára, de az első fordulóban kizártak dopingvédség miatt. Tehát, hogy tényleg... Nagyon jó hely. Elindult, és azon, az első, igen, az első futamban már kizártak. Nem bízott semmit a véletlenre. Nem, tehát az, hogy egyszer jutok ki, akkor viszont dobok valamit, hát ha jobb lesz. Hallottam, mindenki szúr, akkor én is szúrni fogok. Viszont teniszben egész jók az esélyünk, mert utána néztem, és egyetlen darab teniszezőt találtam, aki naurói illetőségű, és nem más, mint Angelita Detu. Dámó, nyilván mindenki hallott róla, gondolom Balázs is, jól ki tudna róla beszélni az ő eredményeiről. Angelita junior kategóriában indul egyébként a juniorok között, és hát ugye nem is mutatja ő elsősorban, ugye a hölgyek között indulhat valószínűleg, tehát ott lenne esély. És ez azt jelenti, hogy valószínűleg van, ha csak nem megy át mondjuk Tuvalura edzeni, de a koronaurón ezek szerint kell lennie egy darab, legalább egy darab teniszpályának. Ha van egy darab, akkor meg vagyunk. Akkor meg vagyunk. És zseniális ország. Curling csapatuk van. Nagyon jó. Mikronézia viszont... szerintem nincs. Ugye? Tehát, hogy mert akkor viszont ott nem vagyunk, aha, érted? Csak igen. Építenünk kell egy fedett jégcsarnokot, hamar megvan. Ketten sikálunk egy csúsztat. Hát hamar megvan, igen. Volt háromnak jó. Na, hova tetessünk trafit? Azt mondjátok meg nekem, mert hogy folytatódik tovább a nagy országos mérés, és ugye sebességmérő akciót tart a rendőrség majd április 21-én. 6 órától este 22 óráig. Ez bejelentette az ORFK. És várják a lakosság bejelentését, hogy hol legyen trafipax. És ugye tavaly sikerült egyet, a Teve utcában lerakadni. Úgyhogy megkértük mi drága hallgatóinkat, hogy szavazzátok már meg, vagy írjatok már meg sok e-mailt, és kérjétek, hogy Teve utca, Teve utca. A rendőrség jó fej volt, mert azt mondták, hogy nagyon sok e-mail jött, amiben azt kérték, hogy a Teve utca előtt legyen trafi, és letették. De most újra várjuk az ötleteket, hogy hova tetessünk trafit, mert ha ráúszítjuk hallgatóinkat az e-mail címre, akkor mindenki megírja, és ott lesz trafi. Hova tetessünk trafit? Nem kell most rá válaszolni, csak hogy hát gondolkozzunk agyalunk hangosan. Ugye az egy kicsi ilyen fricskának indult, ahogy az ORFK székház mellé, hogy most valami abszolút lehetetlen helyre kéne, ahol egész nap nem fog elmenni egy büdös jár. Egyébként az jó. Például Újkigyorson van egy hátsó út, ami kimegy a szőlők meg a homokbánya felé, azon soha senki nem megy. Tehát mondjuk oda letetetsz egyet, tehát valami hasonló kemény helyre, és ott ül a szerv egész nap, és rohadtul mondjuk egy bici lista, ő is fél részegen, inkább tolva a Verdát, ő elmegy a trafi előtt. Esetleg a mezőről ad a nívájába. Vagy az, igen, de ő nem az úton megy. Jó, ezen gondolkodhatunk, tehát hogy találjunk egy olyan helyet a városban, vagy városon kívül, ahol tényleg a madár se jár. És írjunk oda senki. Több ezer e-mailt, hogy ide szeretnénk trafit lerakatni, és a büdös életben nem megy előtte senki. Legalább egy kipipálva. Így van, és akkor nem megvan. De elküldjük majd egy hallgatónkat arra, hogy nézze meg, hogy reggel letették oda a trafit. Tehát, hogy jó fej volt-e az ORFK, csak úgy, mint tavaly, amikor is saját maguk elé tettek le. Jó, írjátok meg nekünk, drága hallgatók, hogy a környezetetekben hol van olyan utca, mi a neve, miről lehet megismerni, mi van ott, azért ne csak utca címet írjatok, tehát hogy miért jó az az utca, ahova esetleg érdemes lenne trafit lerakatni. Tényleg, hogy egy presszó van a végén, két darab bringás megy el egész nap, semmi nincs, és egy bányató mellett van. Tehát, hogy írjátok le, hogy képzeljük el ezt az adott utat. És akkor lerakhatunk valahova egyet? És akkor le lehet, így van. Jó. Nekünk is van, de egyébként meg magának a népnek is van ugye lehetőség, ezt azért mondjuk el, hogy ez egy komoly dolog, attól függetlenül, hogy mi nyilván tavaly is viccet csináltunk, mert és idén is próbálunk, de aki úgy gondolja, hogy az ő környezetébe kéne egy ilyen, mert azt lehet, ő is kérhet egy trafipaxot. Tényleg? Nem csak mi. Aha. Na, hát ez egyébként jó. Ugye, de lerakhatnánk ezt, tehát én azt mondom, hogy valakivel nem vagyok jó, és rakják le az utcájába, ami egyébként nem egy leaszfaltozott utca, lerakják? Le. Szerintem lesz. Komolyan? Hát ezt ne írd bele indoklásnak, hogy utálod a bocsit, és azért, hogy megkéred, hanem csak írd meg, hogy milyen utca. Valaki eszembe jut, hogy mit tudom, rákerestem egyébként. Sajnos úgy találtam meg. Én tudom, mi az utcának, de nem akarom bemondani. Tehát nem akarok neki rosszat, mert nyilván ő se akarja, hogy kiderüljön, hogy hol lakik. De ha mondjuk például azon a környéken, ahol én lakom, vagy mit tudom, a Hajdúházár, vagy akkor lerakják? Akkor le. Megérkezik oda a trafi? Le. Hát ez zseniális. Hát akkor valaki találjuk meg. Kiállok a három lábúban.
Ez egyébként nagyon, nagyon tetszik. Na jó, oké, gondolkozunk rá, de írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi van a Békés Csabai Szarvas utcában, ahogy már jönnek az SMS-ek, hogy 12. Fodor utca 36, hogy miért oda szeretnétek. Ami szimpatikus, okot is írjatok tényleg, hogy ott van esetleg egy óvoda, egy iskola, egy műkörm, és aki nem volt veletek jó fejezi, rakjunk grafit az utcába, egy pék, egy gasztroenterológus, bármi, tehát írjátok meg, hogy miért oda rakjuk az illetőnek a trafit. Ja, és akkor mi döntünk, és elkezdjük mondani? És egy emberként megkérjük hallgatóinkat, hogy gyerekek, a cím 12. körlet XY utca, ide kérjétek, és írjátok meg az e-mailt. És aztán megnézzük, hogy kedden ott lesz a trafit. Ehhez kell találni egy olyan utcát, aminek valóban, ami valóban arról, hogy oda jó poén lerakadni egy trafit. Ott, ahol a madár se jár. Egyszer láttak arra egy autót, aztán 5 perc az is tolatott vissza, mert rossz helyre ment. Totál bakvágány legyen. Igen. Na, gyorsan megmutatjuk akkor a hangot, mert hogy jön az 1 milliós állom konyha döntője. A mindent eldöntő döntő, ma még jelentkezhet egy játékos, ugye ígértünk egy játékot, és az 5 játékos közül kiválasztjuk majd, hogy kivigyel az 1 milliós állom konyhát. Mutatjuk, hogy mit kell ma kitalálni, figyeljetek, ahogy megvan, írjatok. Lehetőleg háziasszonyok bombázzanak bennünket, illetve pontosabban nők, nem kell háziasszonynak lenni, ha szeretnétek egy 1 milliós állom konyhát. Jó, mutatjuk, figyeljetek. Most mutatjuk. Te kellemes így fülesen keresztül. Nem nehéz. Ez nem nehéz. Még egyszer, figyeljetek. Te jó. Nagyon szalagy már, mert hallod, hogy én sem mondom. Oké, okay, tehát ezt kell kitalálni. Gyere jó? Már, megjött az első vonat Bicske felé. Lekéssük, lekéssük. Jó. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mit hallottunk. Milyen... háztartási, de háztartási gépez, ja, hát egy konyhában használatos eszköznek. Ez nem kisvasút volt? A neve. Hasonlat egyébként. Egy induló kisvasút, az úttörő vasút. Jó, hogy mit hallottunk, mi lehetett ez szerintetek? Ez a beugró. Jönnek a jó megoldások, visszajövünk valakit, akivel játszunk még egy napi játékot, és utána a két legjobbat gyorsan megszavazzuk, visszahallgatjuk a jelölteket. Csoda, egyébként őrületes csata, hát ilyen még nem volt a rádiózásban. Hát ez komolyan mondom, a csillagok háborúja, Endor jelenete, ez képest sehol. Hát, amint két mikrohullámú hang összecsap. Ilyen komolytal a produkcióval, ilyen komoly ajándékot nem nyert még senki a világtörténelemben. Tényleg, a leghülyébb, legostobább, legbagatelebb rádiós játékok utánoz hangot. De pont ezért szeretjük, mert néha jó egy kicsit lemenni tényleg ennyire blödlibe. De viszont, hát ugye 1 milliós államkonyát lehet vele nyerni. Hogy áll össze az 1 millió? Ezt sokszor mondtuk, 300 ezer forint az ugye... Gépesítés. A gépesítés, igen. Azt választotok, amit szeretnétek, ez lehet főzőlap, vadonatúj sütő, mikrohullámú sütő, mosogatógép, hűtőszekrény, minden belefér. 700 ezer forint értékben pedig kicsinosíthatjátok a konyhátokat. Tehát a régit kidobni, újat betenni, amerikai konyha, német, osztrák, olasz, amit osztrák, amit szeretnétek, rá kell mutatnotok egy színre, egy fatipusra, pozdorja, vagy mit tudom én. Azt inkább ne legyen. Amit akartok, gyönyörű szép konyhátok lesz. Csak írjátok meg, hogy most mit hallottok. De jó lesz a győztesnek, nem? Majd egy pár hónap múlva, mit tudom, egy régen látott barát, vagy barátna átmegy ott kávézgatnak, és akkor megkérdezi majd, hogy basszus, mennyi melót tettetek ebbe? Hát nem keveset. Kézi mixert utánoztam. És mi volt? Hát olyan mikrohullámos, hogy voltam a Janiék, mert te úgy nyomtam a mikrohullámos. Hallod, évek is sportatok rá. Nem, csak egyszer kézi mixert. De tényleg gondolod, hogy lesz egyszer csináltam magam a mikrohullámos. Lesz egy konyhád ránézés, és azt gondolod, hogy ezt úgy, mert úgy nyertem, hogy mikro voltam. Egy rádióban. Mikro voltam egy rádióban. Igen, és érted, hogy ez mennyire? Igen, érzékenyül, mert talán egy könycseppet is elmorzsa. És oda mikro voltam. Na, hallgassuk addig meg, én azt mondom a jelölteket, és válasszuk ki legalább az egyiket, mert hogy egyet már ugye kell, hiszen ha péntekit szeretjük nagyon, akkor maximum ő lesz a második, de egyet már választhatunk. Nézzük meg, hogy kik voltak, és akkor írjuk föl, vagy döntsük el, hogy kinek melyik tetszik a legjobban, jó? Minden 4 hallgató egyben van? Külön-külön is van, jó. Na, nézzük a hétfőt először, jó? Mi hétfő? Nézzük a hétfőt. Hétfőn volt Mónika, jól emlékszem. Ő talán egy picit visszafogottabb volt, ugye? Uh-huh. Igen, igen. Hát ő első fecskeként még nem érezte. Nem érezte annyira. Hát igen. Szerintem ő is érezte. Plusz aludt a gyerek mellette, azt hiszem, hogy ott volt a gyerek. Na, nézzük Mónikát, hogy halljuk Mónikát, mit csinált. Utána az nekünk, nem tudok dönteni, mikro vagy hajszárító, segítsetek. Hajszárító. A hajszárítónak a hangját. Tudtam, hogy jó lesz.
Na, hát egy picit, Nóri, egy picit erőteljesebben jó. Hányvatos egy? Szomszéd szobában szállítanak. Jani, tök kopasz, de tudom, hogy se szállod meg. Hajszálat. Tehát így szól a hajszállítótok. Aha. Jó, ez volt, hát Moni hétfőn, ez egy vérszegény produkció volt. Tehát Moni kiesett, Moni nem jut be akkor a döntőbe. Ugye, jól érzem? Hát nem. Ugye? Igen, ez volt jobb benne, sokkal jó. Utána az egy legyet versenyben, szerintem nagyon-nagyon. Okay. Nagyon. Nézzük, ki volt kedden. Kedden volt Andi, ha jól emlékszem. Hallgassuk meg, hogy ő mit csinált. Egy nagyon egyszerű, kicsit régi típusú, forgótárcsás, ütött kopott, zöld tetős, hajdú mosógépre gondoltunk. Uh-huh. Jó? Ezt kellene valahogy neked utánozni. Ó, jó, na. Akkor. Szív fel a vizet, szív fel a vizet. Ez jó. Ez még kevés lesz az, ami szerintem. Igen. Még egy kicsit szívjuk. Figyelj, jó? És panelban vagy. Panelban vagy, tehát ütödj a falhoz a centrifugálásnál egy kicsit. Te, csak így mi aláadjuk a hangot, jó? Kezdj el centrifugálni? Na jó, ő nagyon lelkes volt, ő nagyon jó volt. Ő az egyik, nem? Igen. Ő az egyik, és zseniális volt. Ránéz tényleg a konyhapultjára, majd és azt mondja, hogy hajdu most. Ez a hége. Öblítés. Okay. Andi bent van, Andi legyen a döntőben. Jó, ja, legyen. Szerintem neki ott kell lenni, az biztos. Jó, szerda Anita. Na, hozd nekünk a kotyogós kávéfőzőt. Én mindent belerakok. Oké, na figyelünk. Jó. Hoppácska, ha Józsi bácsi csinálja a kávét, akkor ott igen, Józsi bácsiból jött ki egy hang. Jó, meg kell húzni a tetejét, akkor mindig azért. Józsi bácsi, hogy erőlködik, hogy már itt ott kiszakik a gőz. Oké, jön a kotyogás, mozog a tető. Igen. Igen. És elkezd folyni a kávé. Jó, döntő esélyed szerintem. Igen, nem hallottuk a mai, de döntő esélyed. Nehéz volt a feladat, mondjuk. Igen, igen. Csütörtökön volt Betty, őt is meghallgatjuk. Legyen mondjuk a mikrohullámos ütő, az jó? Kinyitod az ajtót, berakod, felbúg a motor, csilingel egyet, és kinyitod az ajtót. Igen. És mi volt ez a vége? A kattanás, az ajtót kinyitott. Az zseniális volt. Jó, ő volt ugye Betty a mikróval. Uh-huh. Tehát így állunk. Anita se volt rossz, Betty se volt rossz, meghallgatjuk még a mai játékost, és aztán hármójuk közül választjuk ki ugye a keddi Andinak az ellenfelét. Jók voltak egyébként. Anita, Betty igen. Már tudja, hogy ezt hogy kellett játszani. Jó, na, akkor gyorsan visszahívjuk a mai nyertesünket. Nem te, hanem Anna hívja. Nem, te, az jó járunk, mi az a te nem, jövőd. Ez biztos, de próbáljuk meg. Gyere, Laci. Tíz van, van egy írásban. Jó, hívom én. Azt mondja, hárma. Jaj, egy mellé ment. Halló. Halló. Júj. Hello, Balázs, Morning Show, szia. Sziasztok. Hello, Era. Szia, Era. Ugye nem lepődtél meg, hogy visszahívtunk? Nem, egyáltalán nem. Na, jó. Erre, hol hallgatsz minket? Én most Hajdúszoboszlón. Hajdúszoboszlón. Nagyon szeretnél már konyhai kisgép lenni? Hát, igen. A cél az, hogy anyukámnak nyerjek egy konyhát. Hallottatok ezt a halottatok? Gondolj a konyhára, gondolj a konyhára. Egymilliós állapkonyha, egymilliós állapkonyha. Ezen fognak röhögni. Igen. Arra semmiképpen. Erre, gyakoroltál? Igen, igen. Igen, mit hallottunk? Mi volt a beugró? Hát én a teafőzőre. Így van, ez egy teafőző volt, jól van. Ennyi. Jól van. Na, akkor legyél nekünk kukta.
Jó, kukta, kicsit serceg, sipol, leadja a fölösleges gőzt, ugye Feri, majd a végén, amikor kész van, akkor pedig már egybehangzóan sipol. Így ugye? Van, és ha még igazán profi vagy, akkor annak van egy jellegzetes hangja, amikor kinyitod, ugye lecsattintod ezt a hátsó zárat, és oldalt el kell fordítani a tetejét, és csak úgy tud kijönni. Ha igazán profi vagy, azt még beleteszed legalább a lecsattintást, de már azzal is megelégszünk, ha a maga a forralási folyamat, és aztán a gőz kijövése meg van hangban. Szóval, hogy lennél te kukta? Hm? Oké, kezdhetem? Gondolj a konyhára. Uh-huh. Igen, és édesanyádra. Meg édesanyádra, aki nagyon szeretné ezt a konyhát. Hát ez egy jó csapányos kukta volt. Aha. Tehát az elején a kukta inkább serceg, igen, nem? Ugye sziszeg. Te azonnal beindítottad a nem létező motort. Nem motoros kukta. Nem motoros kukta, mert tényleg úgy kezdődik, hogy ott a tetején az a kis szelep elkezd így járni nagyon-nagyon finoman, és időnként kérdezt egy nagyon pici kis gőzt. Igen. Aztán egyre többet, egyre gyorsabb, és a végén összefüggővé válik, vagy egybefüggővé válik a sziszeg. Igen, építkezik a kukta. És utána pedig fütyül. Ja, és hát a végén van a fütyülés. Hát, nekem nem egy döntős produkció. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nem egy döntős produkció. Még jó. Egy esély? Nem, az a baj, hogy könyörtelennek kell lennünk. Ja. Nem, hát már elmondtuk szinte, hogy mit kellene csinálni. Hát azért nem adhatjuk a szájába. Nem lesz meg sajnos a konyha, de nagyon köszönjük, hogy jelentkeztél. Itt egy motoros kuktát hoztál, igen, de hogy közben a kukta nem ilyen. Van otthon kuktád, vagy főzöl? Nincs. Hát ez lehetett a baj. Mert gyerekkorunkban is dobtad volna. Igen, gyerekkorunkban, ha édesanyád kuktáját egyszer hallottad a gáztűzén, sosem felejted el. Mindent tudsz a kuktákról. Köszönjük szépen. Sziasztok. Ciao, hello. Oké, tehát akkor dönteni kell. Jó, hit, tudjuk is hívni őket? Föl vagyunk rájuk, készülve? Reméljük. Ked Andi. Igen. Így van. És akkor volt ugye Betty a mikróval, vagy Anita a kávéfőzővel, ahol János bácsi kicsit betrottyantott, és sisegett, és erceget. Tehát kik játsszák a döntőt? Én Anita. Anita, te a kávéfőzőt mondod, hogy neked a kávéfőzőbe jobban tetszett. Bár várjál, mert a másik a mikro meg az olvasztós funkciót nyomta, tudod, amikor változik a frekó rajta, vagy a wattszám. Azt írja meg, ez egy 6-hengeres dízel kukta volt. Igen. Nekem a mikro. Mikro? Nekem a mikro volt az, ami te jobban bejött. Te szeretlek titeket, hogy... Nem kell de hát döntened, most... nem kell, de hogy... Én továbbra is azt mondom, hogy a kávéfőző... De szeretlek titeket, hogy nem tudtok egyet mondani. Jó, nekem tök mindegy. Jó. Akkor föl... Mi meg ezt szeretünk téged. Hogy sosem hozlak ki benneteket a bajba. Fej vagy írás, mit választasz? Fej. Igen, mind a ketten jók voltak, tehát sajnálnám őket, dobjuk föl és nézzük meg, mert mind a ketten tényleg nagyon ügyesek voltak. Írás. Vagyis? Tehát Anita. Kávéfőző, az is nagyon jó. Dobjak volt. Még egyet? Ne. Igen. Írás, de addig dobok, amíg fej nem lesz. Oké. Tehát Andi, Miss Kedd és Miss Csütörtök, Anita játsza ugye a döntőt, a mindent eldöntő álomdöntő. Így is mondhatjuk. Igen, konyhás döntő. Hol van ehhez képest Kobe Bryant visszavonulás? Kit érdekel? Már érted, ha valakit eddig érdekel, az már kitöröd az agyába. Gyerekek, a Madison Square Gardenben vagyunk, egymással szemben áll Andrea és Anita. Így van. Azt a mindenségit megé. És ugye akkor tehát egy kávéfőző és egy kitalálkozik? Mi volt, Andi? Egy keverőtárcsás mosógép. Mosógép. Uh-huh. Oké, okay. Tehát egy kávéfőző és mosógép. De most új feladatot kapnak. Megkapják a döntő feladatát, ami egy új feladat lesz, persze. Egy abszolút új feladat. És így valaki elviszi az egymilliós álomkonyhát. Vajon mint tanácskoznak most ennyire? Ki lehetett az, Andi? Szerintem nem volt jobb a mikro. Jó, valaki azt írta a kukter, ez egy Hans Zimmertől volt a Gladiátor film. Oké, na, szóval várjátok, azt mondja, hogy Andi Ked, Andi már itt is van velünk. Andi, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello! Szia! Hello. Te kis mosógép, te hello! Na! Hello! Írtak az ismerősök, hogy hallottak, és nagyon jó mosógép voltál? Igen, és szurkoltak. Tényleg? Aha. Na, te mit mondtál, hogy mi a helyzet a konyháddal? Ti is felújítotok, ha jól emlékszem, igen, ugye? Igen. Felújítás van nálunk. Felújítás, aha. Úgyhogy én nagyon szurkolok, hogy talán. Uh-huh. De teljes házat csináljátok? Mit meséltél? Mert nem emlékszem. Igen, folyamatosan mindig egy kicsit.
Mindig egy kicsit, és akkor most a konyhán ezzel nagyot tudnánk segíteni. Így van, ezzel biztosan. Meg is lenne. Amerikai konyha lenne, vagy miért csinálnátok? Igen, ilyen konyhás nappali lenne. Aha, tehát ilyen tárolópult szépen megcsinálva, szép konyhaszekrényel. Hát az igen, álmok azért vannak, úgyhogy ezzel a gondolattal játszadozom. Figyelj, ez abszolút most szárva is szökkent, hogy szoktuk mondani. Oké, itt van Anita, és hello Anita, jó reggelt! Szia, sziasztok, jó reggelt! Na, jó reggelt. Mind a kettő milyen felszabadultak vagytok most így. Nagyon boldog vagyok. Igen. Anita, óriási volt a kávéfőződ, nagyon szeretett. Jó, szeret. Köszönöm szépen. Ez a kocsogós kávéfőző, egy kicsi kis szelepítás fel, ez egész zseniális volt. Azután, amikor nálunk lefő, bármikor mindig, Anita? Itt vagy? Igen. Gyakoroltál, Anita? Igen, gyakoroltam, megpróbáltam. De várjál, hogy zajlott maga a gyakorlás? Tehát ültél otthon, és a párod azt mondta, hogy... Nem, megmondom őszintén, hogy hazamentem a férjemmel, és beléptem, és egyből hangokat adtam ki. Beléptél az ajtól, és hangokat adtál ki, tényleg? Igen, és beindítottam minden gépet. Aztán próbálkoztam. Nem mondod, mi odahajoltál a botmixer elmel, meghaladtad, hogy hogy szól, és utána azt utánoztad? Igen, minden. Azt a minden. Hát két felkészült versenyző. Jó, van, te mit csinálnál a konyhádat? Tudom, hogy nyilván mit konyhapultot, meg szekrény, nyilván hülye kérdés, de hogy beszéltünk arról, hogy ti is felújítotok, vagy lecserélitek? Hát felújítanám, igazság szerint a lányom most kezdett új életet, és akkor a régit meg ki szeretném adni, hogyha nekem lenne egy új. Már hogy mit adnál ki a konyhapultot? Kiadnád? Vagy hogy mit csinál? Nem, hát a konyhagépeimet leszeret már egy régiek, le szeretném cserélni, és akkor a lányom meg. Ja, értem. Aha. Tehát azért az jó döntés, ugye? Azért én kapom az újat, a lányom a régi. Hát persze. Hát azért majd ő az újat. Mi se kaptunk mindent készen, érted? Hát te megcsináltad. Dolgozzon meg, ő érte. Így van. Oké, jól van. Na, vegyetek meg egy nagy levegőt, jó? Mert nem sokára jön a döntő, de kellő hatásszünettel elmegyünk hírekre. Kiéhezett tömeg várja nagy összecsapást, úgyhogy meghallgatjuk a híreket, utána visszunk benneteket, és jövünk, jó? Jó. Ügyesek legyetek mindjárt a döntő. Fél 9 múlt 1 perccel jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan. 1 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Guns N' Roses után. Egy jó kis You Called Me My után. Ami után mindenki beindul, remélhetőleg. M7-es Balaton felé a 47-es kilométer körül két kutya a pályán, vigyázom mindenki, valamint 18. kerületben van egy trafink a Bors utcában, 20 méter hosszú, és a környék egyetlen földútja. Ja nem, ez nem hülye vagyok, ez nem közlekedés, ez tím, hogy szépen ezt szeretem. Ez a trafi jelentés. Hova tegyünk trafit? De szép volt, gyönyörűen átszaladtam, azt hittem, hogy a földútra is tették már a trafit, de nem, ez ugye a kérés volt, hogy hova tetessünk trafit. Dugó a 6-oson Pécsnél, Cserkúton Boldi küldte nekünk, még úton a Szeged felőjövőket mérik, az M7-esen a 23-as kőnél az imént történt egy baleset, még nincs sávelzárás, mindenki készüljön, és a Kerepesi út kistartsa után kezd Pest felé bedugulni, lassan összeérnek a sorok a pirosnál, ez pedig Gman küldte nekünk. Na, itt vannak újra a játékosaink, akik összecsapnak, Andi és Anita, hello, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt. Hello. Na, 1 milliós álomkonyha, tét lejátsszuk a döntőt, hogy véget érjen ez a játék, ti ketten hát kerültetek be a legjobbak közé, mi nagyon szeretjük a ti produkcióitokat. Hangutánzó képesség, lelkesedés, minden meg volt bennetek. Így van. És egy baromi nagy közhelyre gondoltunk, amit mindenki máshogy jeleníthet meg, ha akar, mást vihet bele, más csavart. Szerintem senkinek nem szól egyformán, de mégis mindenki tudja, hogy jellegzetes a hangja. Ez pedig legyen mondjuk egy 1300 wattos porszívó. Oh. Jó? Tehát a porszívó a döntő. Ahogy bekapcsoljuk, ahogy felbűg a motor, beindulnak a turbinák, szív a porszívó, majd szépen ugye leállítjuk, és van egy ilyen kiengedés. Még az illatot is el tudjuk képzelni. Ha illat, hát, ugye, nem 1002-es, nem 1005-ös. 1003-as. 1004-essel együtt. És jó? Mechanikus felcsavarója van? Tehát ha meghúzod a izet, mechanikus felcsavaróval, így van, Porsát nélküli. Oké. Jó, tartályos legyen mindenképpen, és legyen egy pillanat, amikor véletlenül beszippantja a macskát. Ne lőj le mindent. Ja, bocsánat. Igen, vagy felszívja a gyerek üveggolyóját, tudod, igen. És nagyon káromkodsz, hogy miért nem pakoltad össze a matchboxot, akkor szétszeded. Szóval, hogy ebben van. De hát nyilván ezeket nem kell hozni. Ki kezdi? Andi, Anita, ki az, aki vállalkozó szellemi? A másiknak nem tudom, a másodiknak könnyebb vagy nehezebb. Ezt döntsétek el, beszéljétek meg, hogy ki kezdje. Jó? Na, nekem mindegy.
Nekem is, teljesen. Jó, oké. Okay. Andi, kezd el akkor te, legyél te az első, jó? Andi, jó, hát te ugye mosógépet utánoztál kedden, ügyes voltál, hogy szól a porszívó, tessék az egymilliós államkonyhára gondolni. Jó, ezt nyeri meg valamelyik kötök. Mehetünk? Oké. Okay. Izgulsz, Andi? Igen, nagyon, jó. Nem hallé. Na, hallom, persze, de azért kérdezem. Milyen színű a porszívó? Azt a gondolatom az, hogy hogyan is szól, hogyan is lehet valami érdekességet belevinni ebbe a porszívónak a hangjába. Ami tényleg? Még... Azon gondolkozom, hogy milyen csavart tegyél bele? Hát jó, nem, okay. Hogy érdekes legyen. Milyen színű a porszívó? Mit tudunk a porszívóról? Csak hogy magunk elé képzeljük. Egy piros porszívó, egy bíbor színű porszívó, egy fekete, egy mélyvörös, milyen porszívó van? Hát az, most az ennyiből kiindulva nekem kék van, úgyhogy nekem az van a szemem előtt, egy kék porszívó, ami... Jól van. És mindenféle hangot próbálok felidézni magamból, hogy hogyan is szól. Na, mehetünk? Na, mehet. Oké. Okay. Bekapcsolom. Oké, okay, várjál. Oké. Okay. Beszívok egy függöly. Igen. Igen? Egy követkép. Mi volt ez? Kövecske. Igen? Egy követ. Kövecske. Mikor, igen? Hogy csinálom azt, hogy hallatszik? Ez nekem egyelőre egy távolodó mentőautó, de nem rossz egyébként. Oké. Okay. Ja. Ez mi volt a vége? Mondd, Léci. Légy. Mindig mondd előtte, hogy mi következik, mert akkor tényleg. Ja, akkor ja, mondjuk, hát mi is. Ez mi volt? Képzeld azt, mikor bemegy, és akkor tudod, mikor beszél valamit, egy eltudítja a magát a szívó fejt, és akkor hogy hangosabban szól. Tudod, aha, oké. Okay. Igen. És akkor elveszed, és akkor... Százol? Vegyél fel valamit, hideg van. Oké, okay, jó, Andi, hát köszönjük. Más szívesen. Tartományban szól nálunk, igen, a porszívó, mint nálad, de ez egy kicsit megszorult a porszívó. A színe miatt ilyen. Igen, itt, viszont... már, itt már ürítenék egy porzsákot, nem? Tehát ez az a pillanat, amikor majd szerelőt hívok, vagy megpróbálom én szétszedni, hogy mi történt. Igen, az biztos egyiket, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy feldiszkózásban óriási vagy. Tehát ahogy eladod az egész. Igen, azt írja valaki, ez inkább volt egy box kiállás. Hát, igen. Átengedem neki, hogy ő is utánozzon. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja. Jaj, na, ezt szeretem, hogy csajbúnyó. Itt vagy, Anita? Igen, igen, okay, persze. Na, tudod, mi a feladat akkor? Kiváló kávéfőző voltál, csak úgy, mint egyébként Andi, aki kiváló mosógép volt. Jöjjön akkor a porszívó. Milyen színű a porszívónk? Mit képzeljük? Nekem is kék van otthon. Úgyhogy... Mi van ebben az országban? Mindenkinek kék a porszívója. Oké, okay, lesz-e valami csavar, egy beszívott macska, egy üveggolyó, egy matchbox, egy függöny, vagy egy szűnye? Eljátom a macskát, nagy papa, üvegszeme. Na, nagypapa üvegszem. De a nagypapából kiporszívózva. Nagypapa, morzsás a vála. Picit leporszívózva. A kis szakállát. Na, jó, valami tesz meg, csak humorizálunk egy picit. Oké. Igen, jó. Egy milliós államkonyha tét, 300.000 forint értékben kisgépek, 700.000 forintos konyhabútorral. Ezt megnyereted, ha jó porszívó vagy. Jó? A játék felhívás. Ha jó porszívó vagy. Ha jó porszívó vagy. Tiéd az államkonyha. Halljuk, hogy szól a porszívó. Jó. Igen? Macska után nem állítod meg. Macska után kis szétszedés, megállítás gyorsan, majd újra porszívózol még? Macska, leszed. Igen, macska, leszed. Igen. Macska, leszed, le tudom húzni, ha én a szőrben marad. Igen. És utána még megy. És így állítom. És meg. Itt a vége. Köszönjük szépen. Na. Igen.
Kedves zsűri. Nem könnyű, két nagyon tehetséges játékos csapott össze. Andi kicsit jobban saját kútfőből dolgozott az első játékos, tehát a második játékosnál, Anitánál már nekünk kellett lögdösni ezt a macska témát. Anitánál nekem az elején nagyon-nagyon tetszett, akkor egy-egybe hozta szerintem a porciót, aztán átment egy ilyen kísértet járt a Skót kastélyá. A szél, ahogy átfújja. Igen. Tehát azt mondod, hogy az első neked jobban tetszett? Nem. Is. Most még nem döntöttem. Várjál, még hagyjagyak még. Gondolkozz. Csináljuk azt, hogy nekem az első jobban tetszett. Háromra mind a hárman felmutatunk, vagy egy-egyest, vagy egy-kettest. Egyszerre. Mi nem nevet mondunk azért, rádióban lehet, hogy ez talán itt van. Nem, mert akkor egymás előtt tudja. Egy sőt, egy papírt, vagy egy olló. Legyen most Amerikából jött, de elmutatom. A vettességem, címere. Okay. Jó, mondhatunk. Én nekem Andi jobban tetszett. Tehát mondtok én Andista vagyok. Andi? Hát akkor ez tulajdonképpen eldőlt, nem? Mert hogy Andi, akkor mindegy, hogy mit mondasz. Nagyon nem voltam jó matekból, de akkor ez megvan. Nem? Jó. Akkor engem Andi. Mind a ketten szeretnek. Nagyon-nagyon tetszett. Fostos gatyájú vagy te, úristen. Andi, megvan az álomkonyha. Egymilliós álomkonyha az, amit nyertél. Megosztott pontozással, de tiéd. Köszönöm. 300 000 forint értékű kisgépek és 700 000 forint értékű álomkonyhád lesz nem sokára a házban, amit éppen felújítotok. Most már lehet álmodozni. Most már lehet, igen. Anita, neked is köszönjük, elköszönünk tőled, ügyes voltál azért. Gratulálunk neked is. Szépen. Köszönjük. Köszönjük. Dehogy nem, egy gyönyörű szép felturbózott... Ja, nem akarja. Akkor most már akkor hagyjuk. Semmi akar, egy gyönyörű szép felturbózott... Hát, vízforralót. Mi a szponzorunk rendes, majd kap tőlük. Egy ajándékcsomagot is küldhetünk. Persze, kap egy ajándékcsomagot is tőlünk. Na, Andi, hát megvan, gondoltad volna? Nem, mert az egész egy viccnek indult, úgyhogy Ez az egész játék egy hülyeség nyilván, tehát hogy így azért kevesen nyernek egy milliós álomkonyhát, hogy hangot kell utánod. Köszönhetem a kollégámnak, mert ő úszolt. Tényleg? Igen, mert itt ketten ütköttünk, hogy küldjem, mondom, mikrohullám süt, amit legelő, mikor nálam beadtatok, hogy mi az. Elküldöm, küld-e? Nem küldöm, de már küld-e? Nem küldöm. Na, elszúttam. Nem megy el. Sokan jelentkeznek. Elment. És meg is van. Két lépés. Csönd. Te, hívnak. Vedd már fel. Nem veszem. Vedd fel. Úgyhogy végül is neki köszönhetem. Jó, meg a lendületednek. Van benned, van benned lendület, igen. És ránézel majd a konyhabútor, és tényleg azt fogod mondani, hogy milyen jó porszívó voltam, és úgy nyertem. Igen. Andi, felveszünk minden adatot, megbeszéljük a részleteket, hogy mikor kapod meg, jó? Jó. Nagyon köszönjük, hogy játszottál. Gratulálunk, köszönjük. Köszönöm. Sziasztok. Fantasztikus porció volt. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, mutatjuk gyorsan a beugrott hármas ugrásra. Ez a beugró hármas ugráshoz. Aha. Óriási zicser. Így van. Óriási zicser. Úgyhogy jöhetnek a jó megoldások. Mit hallottunk? Illetve péntek van, az utolsó fél óra, az rólatok szól, interaktív fél órán következik kérdés-válasz rovat, úgyhogy lehet küldeni a kérdéseket. Ha van, ha valamire szeretnétek választ kapni, vagy valami érdekel benneteket, vagy nem tudtok dönteni, vagy az életetek egy olyan helyzetben van, jöhetnek komolyabb kérdések is, egyébként próbáljuk azokat is megválaszolni, jó? 3 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ne felejtsétek el, hogy jövő csütörtökön. Jó. Jó? Köszönjük. Jó? Ennyit szerettem volna. Légy és tartsátok kézben. Jó. Én fel is írom. Jövő csütörtökön. Aláhúzom. Azt mondja, egyszer, kétszer aláhúzom. Jó? Ezt erre mindenki figyelj. Jövő csütörtökön. Jó. Jó? Nagyon fontos. Szóval jövő csütörtökön a rendőrség újra kivonul majd, és 21 órás sebességmérő akciót tart, és várják a javaslatokat, hogy hova tegyék ki a trafit.
És ezek egyébként tavaly jó arcok voltak, ugye mi megszavaztuk, hogy tegyék ki saját maguknak a Teve utcába, és kirakták. Ott voltak reggel, ott voltak. 6-tól 10-ig. Úgyhogy írhatok még nekünk helyeket, hogy hova tegyenek trafit, ottal kevesen járnak, vagy amiért szeretnétek, mert valaki a 10-es utat írt a Solymári 10-es út bevezető, mert ott nagyon fognak unatkozni, felhívó jelleggel legalább lássák, hogy éreztük az iróniát. Éreztük az iróniát, nyelhet az is. Igazából csak kíváncsiak vagyunk, hogyha most megkérünk majd benneteket, hogy na akkor ezt az egy utcát, ezt az egy címet küldjetek el a speedmaraton@budapest.polis.hu e-mail címre, akkor tényleg kivonulnak el. Tavaly tényleg kivonultak. Egyébként. Úgyhogy még várjuk a javaslatokat. Jó, hogy hova tetessünk le. Trafit. Ez tényleg lehet egy olyan utca, ahol lakik valakitek, vagy valakiről tudjátok a csokatjára arra felé, vagy ez egy zsákutca, vagy arra soha nem megy senki, és semmi értelme ott trafizni. Megnézzük, hogy jó arca a rendőrség idén is. És kirakják. Tavaly, hogy kirakták, az egy nagy dolog volt. Jó fejek voltak. Nem nagyon hittünk benne. Nem hittünk benne, hogy kirakják a Teve utca sarkára. Feri még oda is ment. Én ott voltam, ott kezdtem. Reggel így van, elbeszélgettünk, mértük az autókat, még azt is megengedték, hogy én magam is kipróbáljam, mondok, senki arra nem jött, aki arra jött, az 20-szal. De mert ugye mondtuk, hogy ott vagyunk. Tehát, hogy ott fogás nem volt, nagyon nem lőttek meg senkit a trafival, de jó, tanulságos volt a dolog, ott voltak. Így van. Igen, úgyhogy küldjetek el. Hova? Tetessünk trafit. Jó? Gyorsan egy-két közlekedési hír, csak hogy mi a helyzet az utakon, próbálunk segíteni egy picit. Azt mondja, hogy a Fogarasi úton most történt egy nagy baleset a Nagy Lajos Király útja és a Róna utca közötti szakaszon. A központ felé vezető sávban történt, de a szembeforgalmat is lassítja. Még nem kezdődött el a helyszínelés, de dugóra, vagy legalábbis torlódásra biztos, hogy lehet számítani. Szóval, aki siet, és megteheti, szerintem kerüljön, ezt Viki küldte nekünk. Az M7-esen a baleset a Balaton felé vezető oldalon van. Kérdezi egy hallgató, fontos lenne, mert Zamárdiba megyek dolgozni. Aha. Köszönöm, Sziszike. Nem, Pest felé van, méghozzá Tárnoki lejárónál. Pest felé van a baleset, már tart a helyszínelés egyébként, tehát nem a Balaton felé van. 47-es kilométer körül szintén az M7-esen két kutya a pályán, mindenki vigyázzon. Pécsen Cserkútnál hatalmas dugó van, ez Boldi küldte nekünk, és van egy trafink Mékúton, a Szeged felől jövőket mérik, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Két összeragadt német juhász zavarja a forgalmat. Legalább ők boldogok. Igen. Vagy már nem tudom, az a része boldog. Nem, az már nem. Nem úgy maradtak. Mi egy kotyáink közül jó néhányszor került ilyen helyzetbe, és amikor reggelenként így elmentem otthonról iskolába, és azt láttam, hogy szegény csutak kutyánk éppen ott áttalál egy másik szukának, egy szukának háttalál, és erőteljesen lihegnek, és arra várnak, hogy egy picit így lankadjon az izgalmi állapot, akkor azért nem így szia csutak! Mire azért nem általában sikerül szétválasztani őket szegényként. A trafit tegyétek Ecser Bersényi út egyelé a Nemzeti Talpon álló elé. Lehet, hogy van egy ilyen nevű kocsma. Ilyet is írhattok nyugodtan, hogy ott van a falu kocsmája, írjátok meg címmel, mi van ott, csak hogy tudjuk, és aztán megszavaztatjuk majd a hallgatókat, jó? Hogy hova tegyenek. Ez tényleg lehet egy jó kis krimó, hogy az elé pakoltassunk rá, és akkor az kimegy a rendőrség, és a krimó előtt elkezd menni. Nézzétek, a befutár az e-mail címre több ezer e-mail, hát annak nem állhatnak ellen. Nem, hát jó arcok, akkor szerintem meg, ki is mennek. Meg. Ki is mennek egyébként. Jó, úgyhogy írjátok meg tényleg, hogy ti hova tetetnétek trafit, mi van ott. Az fontos, hogy mi van ott, tehát ne csak címet küldjetek, mert nem látunk mindent, hogy mi az apropója, vagy mit találunk, ha oda megyünk, jó? Na, mehetünk? Persze. Alig várjuk. Jöjjön a kérdés-válasz rovat? Igen. Felkészültetek? Fel! Várj, csak. Mehetünk. Kezdjük az első kérdéssel. Jó, csak elgondolkoztam. Engem az érdekelne, hogy Csabi honnan tudja 9:55-kor, hogy milyen zenék lesznek a kívánság műsorban negyed órával később, ami akkor kezdődik. Hogy tud rá meg zenéket ajánlani? Azonnal kérnék is egy Kovaszkit, meg egy Vegát. Jó vagy. És ugye megígértük, hogy ebben a rovadban csak az igazat mondjuk. Tessék. Így van, János már is megválaszolja. Ez azért van, mert hogy Csabi nagyon jól tudja, mivel profi, hogy az emberek csak azokat a zenéket kérik, amik átmentek a teszten. Ezért. Így van. Szép volt, János.
Hát egy váz előre van szerkezve. Igen, és amikor Csabi egy kicsit előre dolgozik, és tud már egy-két kívánságot előre, ugye van úgy, hogy Csabi már 9:30 beül ide mellénk egy másik stúdióba, és elkezd dolgozni, feldolgozza azokat a kívánságokat, amik még nem lettek feldolgozva, ugye nem csak telefonon keresztül lehet kívánni, itt a Facebook oldalunkon is keresztül lehet kívánni, a Klassz FM oldalán is keresztül lehet kívánni, és lehet, hogy valaki két nappal ezelőtt kérte a mai napra, nem tudom, a Kovalszki meg a Vegát, Csabi pedig beszerkezti, mert teljesíti a kívánságokat, és ilyen, innen tudja, hogy mi lesz. Nem tud mindent, mert hogy a hallgatók kérik, de egy-két zenét azért tud, tehát egy-egy órának a vázát azért tudja. Igen. Egy e-mailes, egy telefonos, egy tegnapi Facebookos, mert hogy ott is kérnek, és akkor ezeket ő már biztosan beszerkezti, ez a valódi magyarázata. Egyébként, amiből egy szó se igaz. Ezen kívül pedig ugye az is benne van a pakliban, hogy ugye minden egyes nap, hetente mondjuk nem jó, nem minden nap, talán négyszer vannak bent Csabinak a rokonai, akik kérnek bizonyos számokat, ők általában vidéki rokonok, és hogyha Csabi nem teljesíti a kívánságot, akkor lepesti köcsögözik a következő karácsonyi vacsoránál, és ezt elkülendő minden nap egy az abaházi családhoz tartozó embernek is teljesíti a kérését, és ezek azok a számok, amiket ajánl ő. Igen. Balázstól kérdezem, hogy a régebben készült Vodafone-os reklámmal kapcsolatban látta az összeesküvés elméleteket boncolgató piros pirula projektes videót? Ha igen, mi a véleményed róla? Hogy ez az, amiben a sátán maga vagy? Az, igen, volt egy ilyen videó, amikor ugye reklámfilmek alapján, ilyen vodás reklámfilmek alapján megfejtették, hogy az ördög műve, és én a sátán vagyok, és látszik benne, nem tudom, a 666, meg a piros pont a lézer, meg az ördög felbukkan, meg rengeteg minden, ezt megnéztem. Ez egy nagyon jól sikerült gerilla videó, amit gyanúm szerint egyébként ugyanott követték el, akik egyébként magát az eredeti reklámfilmet is megrendelték. Még egy kört. Hogy még egy kört erről lerántsunk, tehát ha összeesküvés elméleteket kellene gyártani, akkor azt gondolom, hogy egyébként ezt szintén ők követték el, zseniális módon, mert hogy rengeteg megosztása van ennek a videónak, és hosszú-hosszú hónapokon keresztül nagyon sokan beszéltek erről, hogy lehet ebben valami, hogy tényleg a sátán készítette ezeket a reklámfilmeket, és az ördög keze is benne van. Tehát ez egy jó ilyen gerilla kampány volt, ha lehet így mondani. Szerintem, legalábbis. Aha. Jó. De érdekes egyébként, jó dolgokat vesznek észre. Igen, jó, nagyon jól összeállt egyébként az egész történet, de hát amúgy ez nem mindig. Igen, de én észrevettem volna, valami közül nem Balinak a sátán, azért már én észrevettem volna, de hát ugye a legbrutálisabb zene, amit hallgatott egész életem, az a Hanzonok voltak. Nincs bennem semmi rossz. A Hanzon és Justin Bieber a kedvenc zenekarom. Hát gondoljátok, hogy én vagyok az ördögtől. Bennem van az ördög, hát nincs bennem semmire. Hogy lehet, hogy 2016-ban létjogosultsága van egy olyan országos frekvenciának, a Dankó Rádiónak? Már régóta töprengek ezen puszjára. Erre zseniális a kérdés. Aztán az Ostrom utcában van az NMHH, az első kerületben a Moszkva tér fölött. Ott kereszt meg. Jó, ajánlott értékelményesen dob föl. Igen, és írd meg majd a választ. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy országos frekét, ezt miért nem használnak valami egészen másra, ami azért több ember lekötne, több ember hallgatná. Hát ez az ő döntésük, hogy milyen frekire mikor írnak ki pályázatot, de ezen én is sokat merengek, igen. Hogy... Hát nézem, igen, ha csak mulatós lenne, akkor azt mondjuk, hogy arra van még igény kazettán is, de hát ugye nem csak azt játszanak, hanem mindenféle ilyen jellegű muzsikát. Nem tudom, hát le kell, biztos. Igen, tanács kellene írni egy hallgató. 25 éve vagyunk házasok a férjemmel, két lányunk van. Félreléptem, szerelmes lettem, kiderült. Ha? Odáig folyult a veszekedés a férjemmel, hogy verekedésbe torkollott, elhatároztam, hogy költözünk, a nagylány megmakacsolta magát, nem akar jönni, félti az apját, mi lesz vele, én nem akarom a nagyot hagyni, de a kicsinek nem jó így, mit tehetnénk, írja Dóra. Hát kellene még egy-két részlet. Hú. Ugye, ha komolyabbat kérdeztek, akkor fontosak a részletek, például a nagylány hány éves, az egy baromi fontos részlet, hogy dönthet-e már 18 elmúlt, 14 a nagylány. Mekkora nagylány, én nem tudsz mit mondani, tehát hogy 14 fölött már dönthet, nem? Hát, én azt hiszem, nem is arról az, hogy ő dönthet, hanem hogy mennyire kész személyisége arra, hogy egyedül döntsön. Ez úgy értettem a kort, mert ha azt mondjuk 17 éves, 17 éves valószínűleg már el tudja dönteni, kivel szeretnél. Igen, de a 14 az még jobb. De mondjuk ha 12 a nagynám, vagy 13. Ott még pillanatnyi hangulatok is dönthetnek. Igen, akkor viszont nem biztos, hogy jó, hogy az ember hagyja dönteni, mert a pillanatnyi lelki állapotához képest dönt, még nem kész személyiség arra, hogy ezt valóban eldöntse. Tehát nem mindegy, hogy hány éves a nagylány, aki dönteni akar, szerintem egy időn túl meg kell engedni. Tehát
az apját választja és vele akar élni, mert neki ott jobb, akkor ezt nekünk szülőként egyébként tiszteletben kell tartani. Meg érdemes lenne szerintem ilyenkor nyitva hagyni a dolgot, és aztán, hogyha adott esetben később ebből kihátrálna, akkor megadni neki a lehetőséget arra, hogy akkor meg. Hát igen, vissza, igen. És semmiképpen nem maradnék igen a kapcsolatban, hát ha az ember már szerelmes lesz és félrelép, akkor valószínűleg azért tudott félrelépni, ráadásul nőként, mert ott már valamit nem kapott meg, valami hiányzó, hogy jött egy új, aki ezt pótolta, tehát abba beleragadni, hogy a gyerekeknek jó legyen, az már csak nekik is rossz. De szerintem. Én úgy érzem, hogy nem is kérdés az, hogy ő marad vagy sem, tehát nem marad. Itt, hát csak, hogy nem akarja nagyot hagyni, tehát a kicsinek nem jó, tehát akkor lehet, hogy az merült föl. Azért mondom, hogy nekünk azért ehhez több részlet kell mindig az ilyen típusú kérdések boncolgatása, hogy az a részlet merült föl, akkor inkább együtt maradnak, hogy a nagy legyen az apjával, és hogy dobja a szerelmét, nem jó megoldás, mert ez egy állandó veszekedés. Meg hát, ha már félrelépett, főleg egy nő, akkor annak már komoly érzem. De 14 éves gyereke mindenképpen el kell beszélgetni, és kikérni a véleményét erről az egész sztoriról, és éreztetni vele azt, hogy igenis komolyan veszed, kíváncsi vagy a véleményére, és nem csak egy kész döntés elé állítani, ez nagyon fontos. Hát én nem biztos, hogy egyetértek egyébként. Tehát, hogy az, hogy ha te inkább az, hogy elfogadtasd vele, és megértesd vele, hogy te miért döntöttél így. Tehát egy 14 éves ne döntsön az én életemről. Tehát, hogy azt mondja, hogy anya, várj, nem maradok egy. A véleményére igen. Mert de nem dönthetek azt szerint, amit ő mond. Persze nyilván beleavatja az ember, meg elmondja, meg a néz, nem szeretjük már egymást, el fogunk válni, ez egy rossz helyzet, meg próbáljuk megoldani, de nem tudok úgy dönteni, hogy ő szeretné, mert hát nem is lehet. Nem is lehet. Nem. Szóval két felnőttet egy gyerek nem biztos, nem. Hogy jó összetart. Nem, a legfontosabb ebben a kérdésben szerintem tényleg az, hogy minél kevésbé sérüljenek a gyerekek. Igen, hát mindenképpen, persze, abszolút. Megoldható lenne, hogy májusban valamelyik reggel nálatok forgathassam a vizsgafilmemet, Morning Show a kulisszák mögött, köszi Zoli. És szerintem minden további nélkül, nem? Szerintem nem. Akkor nem. Feri? Nézzük a következő. Tényleg érdekel. Feldobok föl egy 50-es megint. Én tudod, hogy nem vitatkozom. Amit akartak gyerekek. Ezt buktak. Pedig én benne lettem volna. Volt szó. Nézzük Balázs, a következő. Megint írjáztam, majd valamelyik nap reggel jön be, és kérdezik, hogy Lacitól nem arra gondolok. Itt a stúdióban egyébként nem mennék bele, de májusban ugye kitelepülés. És akkor az jön be ide. Akkor jöjjön be ide. Ez nagyon jó. Gyere nyugodtan. Május 4-én gyere ide. Van egy csomó kép a falon rólunk. Nem, én arra gondolom, hogy kitelepülünk, ha oda el tud jönni valamelyik helyszínünkre, az ott egy flottabb dolog, kevésbé zavarsz, kint is föl tudod venni, mi történik. Mi jövünk, megyünk nagyon az üvegstúdióba. Nagyon kíván. Hangulatos. Az egy hangulatosabb dolog, tehát azt be tudjuk vállalni, hogy itt kamerát tolja az arcunkba, és itt tegyél-vegyél, az kevésbé talán, az minket meglehetősen zavarna, Zoli. De ez jó, neked írj e-mailt, jó, monishukac@classfm.hu, írd le valamelyik kitelepülős helyszínünkre, egyébként nyugodtan eljöhetsz, és hozol egy kis kamerát, forgatsz, megvágod, leadod. Ötös kapsz még. Így van. Ennyi. Nem? Ennyi. Tehát abban abszolút. Enni, inni valót hoz magad, semmit nem adunk. Pia irigyek vagyunk, és féltjük a hostess lányainkat, úgyhogy el a kezen kerülünk. Így van. Ha mi nem kaphatjuk meg őket, akkor te sem. Nem vagy. Így van. Tényleg érdekel, hogy mire jó a barack illatú WC papír. Róli nagy hát, válasz. Nagyon jó a kérdés. Hogy jól összebarackozza a segged? Legyünk teljesen őszinték, hogy barack illatú legyen a segged. Na ezzel is meg vagyunk. Hogy hasítunk? Egy csomó kérdés. Van-e is? Ja. De nem, egyébként tényleg mi a fenére az? Egy zsebkentőnek van illata, azt értem. Mert hogy az... Hát de ott a WC-ben ő illatos. De a WC-papírnak nem annyira erős az illata, hogy belépsz, és akkor érzed a kókusz illatot. Tehát, hogy marad még nyom, igen, értettem. Istenem, na viszlát. Szóval tényleg mi a fene értelme van? Ilyen? Ugye, hogy ez semmi. Valahogy, mert hogy... Szerintem nem, hozzá... Nagyon jelentőség. Olyan, mint egy ilyen másodlagos WC illatosító. Tehát, hogy hozzátesz a toalettnek. Igen. Tehát ugye ki van készítve, hát nyilván... És ha citromos, ez meg barackos, akkor kioltják egymást. Fú, akkor ez már nagyon gej. Nem, szerintem nem múltják egymást. Hozzátesz szerintem egy picit ugye, a feeling ez az illatához. Kicsomagolod, és akkor mégsem ez az újra papír feeling, amiben látod ugye, mindenféle ilyen fura ilyen kis szálakat, meg szemcséket, meg dolgokat. Igen, egy köröm darab. Csak hogyha hallgatóink közben mennyire hallgatnak bennünket, nem más srácok, hogy ti is azt a sztereotípiát nyomjátok, hogy a gyereknek az anyja mellett az. A helye. Hát pont nem ezt mondtuk. Azt mondtuk, hogy egy bizonyos kor után már tessék hagyni a gyereket arról dönteni, csak ne 10 évesen döntsön még egyébként, de bizonyos kor után már hagyd döntsön. Erről beszéltünk. Igen. Jani, mondd meg őszintén, naponta hányszor csaptál tarkón a balit? Ezt Szati kérdezi. Hát, figyelj, egy nincs átlagos napon egy olyan 1-2, amikor egy picit morcosabb, meg rossz kedvű, meg egy kicsit, hogy hívják, a igazságtalanabb, akkor olyan 3-4, de ilyenkor mindig arra gondolok, hogy kinek számlázok. Igen, és akkor kinek adott a számlázat? És akkor mindig visszaülök a helyemre.
Én szerintem régen sokkal elviselhetetlenebb voltam. Sokkal komolyabb hangulatváltozásaim voltak, és sokkal kiegyensúlyozatlanabb voltam hangulatilag. Ma mondjuk nem vagyok annyira a toppon, de ezt most nem vetítettem rá. De végig nem vagy, ugye? Ez végig is van egy ilyen íve az életemnek, hogy ez egy nagyon szar nap. De egyébként önmagában véve nem jövök már be úgy, hogy úgy belétek kötök, vagy úgy csesztetek mindenkit. Tehát én nincs ez nagyon. Nem. De régebben sokkal bunkabb voltam. Sokkal kiegyensúlyozottabbnak tartom saját magam. Teljesítményileg legalább. Így van. De szeretetre méltó, ezt a szót használtad? Elviselhető. Ezt a nem csak értelmezett aztán. De egyébként tényleg így szokott lenni, és akkor én mindig, amikor ezt úgy érzem, hogy meg kéne tennem, akkor természetesen nem teszem, visszaülök a székbe, és teljesen indokolatlanul belerogok egyet a Feribe. Legalább engem lehet. Tehetetlen dühébe az ember, akkor mit csinál? Abba, akinek semmi köze az egész sztorihoz, abba rúg bele. Ennyi. Azt nézem, Raonics Mőri 11 órakor, mondj Léci Bali egy tippet, hogy szerinted ki nyer. Na! Raonics Muraj. Azt hiszem, amúgykor megverte Mőrit. Hát, nézzétek! Az Occok alapján Mőri. Az Occok alapján nyilván Mőri az esélyesebb, de ez a Raonics gyerek ez nagyon ügyes, úgyhogy minden esélye meg van, hogy nyerjen, de az is lehet, hogy kikap. Azt szeretném kérdezni, miért nem adtok meg nekem ajándékcsomót? Mindig írok, de be se olvassátok. És a nap hallgatója nem vagyok soha. Pedig én bírlak titeket. Egy nagyon helyes SMS egyébként szeretem. Az SMS mindig egy opció, nem olvassunk meg mindenkit. Beírassam a lányom bölcsibe, másfél évesen kezdene, dolgozom is kellene, de nem akarok neki rösszet. Köszi, Szilvi. Hát ez nem egy egyszerű történet. Hát ha menni kell dolgozni, akkor nincs más lehetőség. Én mindig azt mondtam, hogy ha tudsz otthon maradni, anya gyerek kapcsolatban, akkor maradj otthon. Tehát, hogyha apa keres annyi pénzt, amiből megvagytok, nem őrülsz meg, az nagyon fontos. Tehát az anyaságban ugye nem őrülsz meg a második héten, hogy megint otthon kell lenni, akkor ameddig bírsz, maradj otthon, de egyébként meg nincs baj magával az intézménnyel. Gyerekeket túlvelezliek be szerintem. Semmi baj nem lesz, adják be. Nem mondtuk is, hogy baja lesz. Én azt mondtam, hogy szerintem többet kap a gyerek attól, ha veled otthon van. Nyilván, ő is otthon maradna, mert akkor nem lenne kérdés. Csak gondolom azért kérdezi, hogy be kell adni, mert menni kell dolgozni, és az embernek nehéz. Én szerintem másfél-két évesen már. Tehát mi is beadjuk. Amikor másfél éves lesz, gyerekek között van, fejlődik egy csomót, és az így egyet a világos semmi baja nem lesz. Sőt, egy csomó gyerek már másfél-két évesen baromira unatkozik otthon, mert tökéletesen ott ül az anyával, meg tologatják a kis traktort, de idő után már halálosan unalmas neki. Úgyhogy szerintem nyugodtan, ha ránk hallgatsz, akkor add be, semmi nem lesz. Lesz egy két hét nagy zokogás, amikor a gyerek sír, meg rossz neki, de utána semmi baj nem lesz. Azt mondja, hogy tervezi a Klassz FM, hogy egy hasonló délutáni műsort indítson, és miért nem? Bor Peti küldte nekünk. Hát nem nagyon halljuk, hogy bármi változás lenne a program struktúrában. Bár egyébként én sokszor győzködtem egy időben a programigazgatót, hogy szerintem valami, nem a piros ellen, de egy valami jó fiataloknak szóló jó drive time-os hazavezetős műsort kellene csinálni, de aztán ebből valahogy nem lett. Nem lett semmi, pedig szerintem egyébként jó lenne. De úgy, hogy a piros marad, persze, csak mondjuk egy rövid időszakra, és akkor vagy egy ilyen száguldó embert ki az utcára több bejelentkezéssel szerintem is mehetne. Nem élünk abban a székben. Hát nem, igen. Na, azt mondja, hogy nézem még, mert nagyon sok kérdés. Hogy van a malacpersely projektünk, kérdezi egy hallgató. Beszéltünk reggel. Hát elvitték a malacperselyt, azóta még semmiféle információ, hír nincsen róla. Mi nem fogunk a malacperselyt. Igen, most vallatják, igen. Erős fények teszik ki a személy. Igen. Most olvastam, hogy elmegy tőletek Emilio. Nem értetek egyet a bűnt, egyet értetek a büntetéssel. Áj, de jó vagy. Gyerekek, elment tőlünk Emilio. Ez valóban így van. Ez valóban így van, igen. Kaptunk egy RMA-s büntetést, ezért megy tőlünk el Emilio. Csak hogy mindenki értse a tréfát, mert ugye 1 millió lett a büntetés. Mindegy semmi sztorinak ez lett a vége. Igen. A 4 éves kisfiam állandóan verekszik, harapja többieket az oviban. Mit csinálják vele? Már Ronyosra beszéltem neki a számot. Hát az kevés, nem? Szerintem szakember azt tud segíteni. Hát nyilván ennek valami oka van, amit a gyerek az óvodában vezet le, mert otthon valami nem stimmel. Nem azt mondom, hogy ezt látja, hogy apa is haraddál, tehát hülye sztereotípia lenne, de hogy rengeteg jó szakember van, aki ez nem ciki elmenni, elviszed, fölméri a gyereket, elmondja, és pikpak segít a dolgot megoldani. Az a legrosszabb, az ember ápapol, mert az már gyerek nem hallja meg, vagy azért is csinálja.
Nem? Nehéz erre válaszolni, mert ha azt mondjuk, hogy majd kinő, aztán 30 évesen még ugyanazt tolja. Meg nem szabad várni, mert általában nem kinővi, hanem mélyülnek ezek a dolgok, csak mi magyarok félünk ettől, hogy pszichológus, pszichiáter, utána meg jönnek maradandó fogak. Így van, és akkor még nagyobbat fog harapni a gyerek, aztán később mást is használ erre, csak mi ettől félünk, mert akkor úristen, mit mondanak, beteg a gyerek. Nem beteg a gyerek, csak van egy probléma, amit te nem tudsz megoldani. Uh-huh. Viszont egy szakember meg tudja, úgyhogy vigyétek el hozzá. Így van, csak félünk tőle. A magyar fél az ilyentől. Igen. Abszolút, el kell vinni, nem ciki, szerintem. Meg tud segíteni, tényleg nagyon sok jó szakember. Egy-két beszélgetés után olyanokra világít rá, amit az ember szülőként nem biztos, hogy észrevesz, és segít megoldani. Balázs, köztünk szóval nem mondom el senkinek, meg volt Steiner Kristóf, kérdezi egy hallgató. Ezek hát, hogy jönne ezek a kérdések? Sokat gondolkozhatod. Látom, felszívtad magad, meg akarod válaszolni, János, vagy tudsz valamit? Ja, nem. Hát csak... Hát mi számít? Vannak. De ez is egy jó kérdés, igen. Ne menjünk bele. Szerinted presztízs mindent alapból gyalázni, mindent, ami magyar? Los Angeles mindent visz, vagy mi a szősz van? Ezt Atta kérdezi. Mire kérdezi? Olimpia. Ezt? A logóra? Uh-huh. Az olimpiai logóra? Nem. Ezért, szerintem ez nem így van. Tehát aki azt gondolja, annak nincs igaza. Szerintem az, hogy egy rádióműsorban valaki vagy valakik, mint mi műsorkészítők valamiről elmondjuk, hogy szerintünk nem szép és nem jó, az nem azt jelenti, hogy ne tudnánk örülni annak, ha Magyarországgal kapcsolatban valamilyen siker sztori van, vagy történik olyan, sőt, mi arról örömmel beszámolunk, nem? És baromit a szoktunk mondani, hogy ráfér erre az országra, és kell. De basszus, ha egy logó ronda, és az ronda lett, és ha összehasonlítod a többivel, akkor a legrondább sajnos a miénk, és béna, és nyomorúságos, ahogy kinéz az egész, akkor ezt ugyanúgy ki lehet mondani, de nem kell azért, mert én magyar vagyok, azt mondja, nagyon szép logó, és igen, a miénk a legszebb, és jó, de jó, és minden, és ez nem így van, ettől te nem szereted kevésbé az országodat, meg nem mondod azt, hogy az itt élőket nem szereted, de azt, hogy elmondod, hogy ez nem jó, és ez nem lett szerinted szép, és de kár érte, hogy például az úszó VB-re és amiről beszéltünk, nem lettek szebbek azok a plakátok és fotók, amiket készítettek. Kár érte, mert közben nagyon sok tehetséges ember él ebben az országban, és sokkal többre lennénk néha képesek, ha nem valakinek a valakinek a valaki csinálná ezt meg azt meg, hanem valóban azok, akik értenek hozzá. És amikor az ember azt nézi, hogy hát basszus, ilyen lett, de kár, mert közben milyen is lehetett volna, és mennyi tehetséges ember tudta volna ezt jobban megcsinálni, akik mondjuk nem kapnak terepet, lehetőséget, munkát, mert nem ismernek valakit, meg nem valakinek a valaki. Most nem a logóról beszélek, mert nem tudom, milyen irodat csinálta, meg nem tudom, hogy kinek a kérem is érdekes. Ezen de ilyenkor az ember inkább sajnálja, és azért beszélt róla, mert nincs olyan, hogy na most mindent fikázzunk, ami magyar, de hogy is. Millió egy kreatív ember van az országban, és fantasztikus dolgokat tesznek le időről az asztalra, és az ember, amikor egy ilyet lát, vagy mondjuk egy nem túl jól sikerült dolgot, akkor arra gondol, hogy valaki más megcsinálta volna ezt jobban. Egyébként. Amúgy pedig szerintem a mi véleményünket azt pont ugyanúgy kell kezelni, mint mindenki más véleményét. Mindenkinek megvan saját szubjektív véleménye, ha ezzel mondjuk adott esetben nem értesz egyet, mi azt is tiszteletben tartjuk, meg azt is valahol szerintem teljesen joggal várhatjuk el, hogy a mi véleményünket is tartsák tisztában. És ez is olyan fura. Tehát, hogy én például nagyon ritkán mondok magyar dolgokra negatív véleményt, vagy nagyon, igen, én nem szívesen teszem. Ja. Én, hogyha mondjuk negatív véleményt fogalmazok meg ilyen dolgokkal kapcsolatban, az pont azért van, mert úgy érzem, hogy méltatlan a történelmünk, ez a kultúránkhoz. Mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és nagyon szeretem az országunkat, nagyon szeretem a kultúránkat, és azt gondolom néha, hogy a tradícióinkhoz mérten alul teljesítünk. Plusz azt is halld meg, amikor viszont elmondjuk azt, igen, ha valami jól sikerült. Igen, mert így van. Szoktunk erről beszélni, hogy ne. Tehát, hogyha a MÁV olyat tesz egy Asperger-szindrómás kisfiúval, beszélünk róla, megdicsérjük a MÁV-ot, és azt mondjuk, hogy de jó, és milyen ügyesek, és de jó, hogy ezt észrevették, és hogy kivonultak, és milyen klassz, hogy ezt megtették. Annak ellenére, hogy például a MÁV-ot is sokszor ostoroztuk, de azért, ha valaki valamilyen jót csinál, akkor mi azért azt próbáljuk megemlíteni. Bizony. Így van, és a jövő héten adják át a füzéri alsóvárat. Végre! Meddig tart a gyertek át szombat este forgatás? Sok jó részt ki kell hagynotok, hogy kijön az idő. Kérdezi Márk. Ezt a meddig tartott, ezt nem értem, hogy meddig forgatjuk még. Egy epizódot, vagy egy adást. Egy adást meddig veszünk. Naponta kettőt veszünk, két nap alatt felveszünk négyet. Egy hónapi elkészül igazából két nap alatt. Ő arra kíváncsi, hogyha mondjuk adásidőben
olyan 3/4 óra, 50 perc, akkor azt mondjuk 2 óra alatt forgatjátok ele, vagy 4. Nem, az egész műsor úgy készül, hogy nagyon élőszerű. Hát ugye itt sokszor volt, te is voltál, tehát nincs nagyon leállás, nagyon élőszerűen megy. Egy kicsit nyilván túlforgunk, meg egy pár dolog nem kerül bele, de körülbelül egy 60-70 perc az, amiből mondjuk egy 43-45 percet össze kell vágni. Ugye ez attól függ, hogy mi az, amit mennyit kell kivágni, mondjuk az elejé beszélgetés részekből. Tehát kb. 1 óra, 1 óra, 10 perc alatt ezt fel is vesszük. Ezért tudunk napi 2-t megcsinálni. Ez egész nagyon élőszerű, a játékok között van egy 2 perces leállás. Hát amíg átépít. De az is csak egy átépítés, bekészülés, mink, a lányok kérnek egy rúst, a fiúk elmennek pisilni, meg több rúgot kérnek. Mi is kérnek kértünk rúst, mondjuk. Igen, az italukba, és utána megyünk is tovább. Úgyhogy abszolút, abszolút élőszerű. Élőszerű a dolog. És természetesen holnap este is lesz. És érdemes eljönni az élő forgatásokra is, mert ott elég sok olyan dolgot lehet hallani, amely aztán érthető okokból nem kerül be a műsorban, mert hogy a Balázs még igazából kerülni a becsületes értésű ügyek. Igen, júliusban lesznek majd felvételek. Mondom, hogy mikor, ha akartok, drága hallgatok, akkor eljöhetek nyugodtan. Nagy az érdeklődés, de örülünk neki, gyertek el nyugodtan, majd mondom, hogy júliusban forgatunk, akkor melyik nap tudtok eljönni, és akkor lehet jelentkezni nyugodtan közönségnek. Az új Killswitch Engage album, Niki, nagyon jó, hallgass meg, aki szereti a minőségi metalcore-t, az mindenképpen. Ezt most kérdezte valakivel, csak gyorsan, igen, látom most itt a kérdések, egy csomóra nem jut majd idő, mi a kedvenc zenekarod, számtalan kedvenc zenekaromban iszonyú sok zenét hallgatok, nyilván metált, meg a metálnak különböző kis szeletei, de az új Killswitch album, ez nagyon jó. Milyen gyakran illik meglátogatni az anyósomat? Rájössz vele. Évi egy karács. Most új idén beengedjük, tudod. Na, akkor 2. Hát, függ attól, hogy azért milyen kapcsolatban vagytok, mit szól hozzá a párod, mennyire esik neki jól, hogy elmész, azért ez is egy árnyaltabb kérdés. Ha rajtad múlik, nyilván kevésszer mennél, de hát az ember azért meg kell, hogy tegyen valamit. Én imádom az ennyi. Olyan hát szépen szerencsés vagy, az jó. Együtt. Hát tényleg? Ó, komolyan? Anyukával, pletyó, minden, nagyon jó. Jó, főz, mi kell még? Ne, hát lehet vele inni és jól főz, hát neki is jó, messze lakik. Nem? A három legszerencsésebb dolog. Jól iszik, jól leszik, messze lakik, a legjobb. Na jó van, drága hallgatók, köszönjük szépen. Itt még többen kérdezik a letiltást, hogy le vannak-e tiltva, ne legyetek paranoiásak. Tehát nem, mindenkinek látjuk az SMS-ét, ha valaki nagyon csúnyát ír, akkor azt egy külsős listára tesszük, de látom, hogy jönnek az SMS-ek. Le vagyok tiltva, sose válaszoltok, nem vagytok letiltva, csak egyszerűen nem jut mindenkire idő. Na, játsszuk egy jó kis hármasugrást, jó? Köszönjük a kérdéseket, már is megyünk tovább, itt van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, István vagyok. István, honnan hívtál minket? Budapestről. És pöröksz, mint ez az állat, mi? Ez miért szomorít el? Túlzás. Igen, rossz kedved van, szomorú vagy, vagy mindig ilyen vagy? Most végeztem munkával, és sajnos már nem kell tovább dolgozni. Oh. Most végeztél az egyik munkával 3-4-10-kor reggel, és már mész tovább a másik munkahelyedre? Így van. De mit csinálsz? Főállásban egy irodázba dolgozok, recepciósként. Oda mész most? Most másodállásban megyek egy barátomnak segíteni, aki egy ilyen designer cégnél dolgozik. Irodázakat és ilyen irodákat rendezünk be. De milyen recepciós állás az, ahol az ember 3-4-10-kor már végez? Hát nem akkor indul a munka? Most értem haza, reggel 7-kor végeztem. Uh-huh. Ilyen éjszakai portás éjszakai voltál. Éjszakai. Így van. Aha, így van. Értem. És két műszakban dolgozol? Az anyagiak miatt, gondolom én, nem? Hogy picit többet keressél, persze. Mi más miatt dolgozna az ember két műszak, és hogy bírod? Nem azért, mert unatkozom, hanem mert sajnos így hozta. Mennyit alszol egy nap? Hát beszéljünk más témáról akkor. Na, most tényleg, most kíváncsiságból. Hát ehhez azért nagyon keveset kell aludni, az ember ezt bírja. 3-4 óra. 3-4 órát alszol? Plusz a munkahelyen. Kemény. Azt a mindenit. Kemény. Na jó van. Milyenek a kérdések, Jani? A könnyű. Ez egy kifejezetten könnyű kérdés sor szerintem. Meg is akartalak dicsérni az elsőért végre. Na figyelj is nekem való. Így szól a kérdés. Melyik magyar rajzfilm sorozat főcímdalában hangzik el, hogyha itt a nyár, ugye komám, a szíva víznek szalut áll. Szalut áll. Szalut áll. Szalut áll. Ha itt a nyár, ugye komám. Nekem. Ha itt a nyár, ugye komám, a szíva víznek szalut áll. Kérlek, hagyd abba, jó? Nyabocs. Talán vízipók, csodapók? Nem, tudok könnyebb kérdést írni az elsőre.
Ugye, komám, hányszor meghallgatta ezt a Benny a fürdőkádban. Ne csináld. Azt is, hogy a 8-as vagy a 7-es track a 100 fok Celsius lemezén. Igen, hát ez a nagy ho-ho-ho horgász. Ne csináld, ez az első sora. Bakker. Azaz. Így van. Igen, a vízipokcsodapok az más volt. Az más. De az is nagyon jó kis mese volt. Volt. Igen, az nagyon, nem, az nagyon kokszos volt nekem. Igen. Hajjaj, István. Jártam. Hát, ez egy rövid játék volt, pedig megérdemelt. Aki ennyit dolgozik, az megérdemelt volna az ajándékcsomagot, de hát egy ilyen rossz válasz után nem tudunk mit tenni. Mindegy, ezért köszönöm szépen a játékot, meg hogy beszélhettem veletek. Mi is köszönjük, jó munkát. Köszönöm, és kellemes hétvégét mindenkinek. Neked is, köszönjük, ciao. Hello, hello. 3:10 lesz pontosan. 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt egy perc, elmutatjuk már is, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye beszélgetünk az Olimpia logójáról, majd kitaláltuk, hogy milyen jó lett volna, ha előbb ébredünk, és kinyomozzuk, hogy melyik országban nincs egy adott sportág. Ugye valahol mondjuk egy távoli afrika országban találunk egy olyan sportot, amit ott nem nagyon üznek, alapítunk egy szövetséget, és megpróbálunk elindulni a Riói Olimpián. Majd ugye képbe jött Kembe Sorel, aki ezt megcsinálta, és hát ugye talán a kongói vívó szövetséget alapította ő meg, és elindult vívóként. Aztán meg a sí-szövetséget. Gyorsan előkerestük Kembe Sorel telefonszámot, felhívtuk, és kértük, hogy mesélje el nekünk, hogy hogy alapít az ember Kongóban egy vívó szövetséget. Elképesztően érdekes az ő története egyébként, hogy erre hogy jött rá, hogy csinálta meg, és hogy tudott elindulni az olimpián ezzel. És aztán Jani gyorsan végignézte, hogy milyen olyan apró kicsi országok vannak, ahol 5000-en, 10000-en, 20000-en laknak, és milyen sportszövetséget tudnánk alapítani. És megtaláltuk Nauru szigetállamot a Csendes óceán nyugati részén. Egyébként marha érdekes, mert a zászló kísértetően emlékeztet a székely zászló. Egyébként Nauru és Tuvalu. Ezt a 10000-en laknak körülbelül, kitaláltuk, hogy ott mi mivel lennénk. Jó, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc van a 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Képzeljétek el, hogy a Kongónak az aténi fellépését, nem Kongónak, Sorelnek az aténi fellépését, azt úgy néztem én végig élőben, hogy előttem ült közvetlenül a kongói különítmény, amiről ő beszélt, ilyen kongói népviseletben. És hát nem tudom, hogy milyen vezetőség van, lehet, hogy miniszterelnök, vagy maga a király ült ott, de ők nagyon-nagyon komolyan drukkoltak. Tehát azt érezték, hogy itt van a mi fiunk. Itt most végre odaér. Lehet valami. Óriási sztori, imádom. Valahol létrehozol egy szövetséget, és elindulsz az olimpián. Tehát komolyan mondom, ez a kedvenc sztori. Zseniális. Ennél nincs jobb történet. Hallottad, hogy mekkora buli az olimpia, ezért... És ott ült közöttük. Csinálsz egy szövetséget, és kis jutsz. Trütko rögzítette. Trütko rögzítette, persze. Igen. Morning show, hello, ciao, Csabi. Nem mond. Bizonyára. Nem mondja. Szóltál? Mondja nyugodtan. A terem buráját. Csak óvatosan, már így is bejebb vagyunk egy millióval. Azt a kupoláját, igen. Azt a kupoláját. Lacika, jó helyen vagyunk, te vagy, hello? Én vagyok, az igen. Kértük hallgatóinkat, ugye, hogy írjátok meg nekünk, hogy hova helyezzünk ki trafit, vagy helyeztessünk ki trafipaxot, mert hogy ugye lehet dönteni és lehet szavazni, és aztán az ORF kárítólag tényleg elmegy oda. Tavaly jó fejek voltak, elmentek. Te azt írtad, az jó. Igen, te azt írtad nekünk, nagyon jött itt a trafipaxot a parlamentbe, mert a boltzár eltörlése olyan gyors volt, hogy biztos átlépték a sebességhatárt. Szerettünk a szellemes. Igen, köszönöm. Igen. Lacika. Az a baj, hogy ki volt kapcsolom most az a rádió, ugye nem figyeltem, hogy mennyi az idő. Jó, akkor előre csúsztam. Oké. Okay. Le, szépen, ügyes, szépen. Ügyes voltam. Jó. Nagyon klassz, és sebes küldtél. Nem, már egyszer már sikerült, úgyhogy nem baj, jó lesz ez így. Na, hát, figyelj, viszont van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg, jó? Igen, köszönöm szépen. A reklámlan. Mivel foglalkozol, hogy hova rohansz ennyire? Hát az igazság, hogy most lesz vége az első félidőnek a munkámnak, 10 óra, és majd megyek főfejét kajálni egyébként. Mit csinálsz, PlayStation özön, hogy milyen meló ez? Igen, igen. Majdnem olyan annyira jó egyébként. Helyes, nem tudtuk meg, de jó munkát neked. Köszi, ciao. Köszi, hello. Hello, hello, hello. Mi a recept, Ferim? Kérlek szépen, pont ugyanaz, mint a múlt héten, mert nem raktuk ki a múlt héten a receptet, és a hallgatók kérték, úgyhogy a megúszós recept, amire azt mondtátok, a múlt héten az most lesz föltéve.
ugye a sajtszósz, a spagetti egy nagyon gyönyörű pikáns csirkemellel megkoronázva, ez elmaradt a múlt héten, úgyhogy semmit nem módosított kell el a recepten? Semmit, minek? Francnak jó volt elsőre is. Nem ment föl, föl kell nem, hát, hát nem volt föltéve. Hanghallgató írt nekem, hát fölöslegesen lopott te? Hát fölöslegesen dolgozom. Van, lefotózom, megcsinálom, ízi gyerekek megeszik, hát nehogy már. Nem igen. Úgy van az, van másik is, de az jó lesz jövő. Hát vannak olyan képviselők, akik évekig próbálkoznak ugyanazzal a kérdéssel, mire napirendre kerül még. Igen. És akkor még át sem megy. Viszont gyorsan egy magyar vonatkozású írja, hogy 4 magyar öttusázó bent van a kecskeméti női döntőben. Az öttus a világkupán. Menő. Ez nagy dolog, szombaton lesz király. Majd a döntő, úgyhogy drukkoljunk nekik, mert tényleg. Kecskeméti női döntő van. Igen, az mégiscsak. A mi sportunk azért ez az öttus a 4 magyar ben van, hát lehet nekik. 4 magyar férfi öttusázó ben van a nő költözőben. Nagyon akarnak ilyen. Hál' Istennek kicsit pozitívabb a hír, mert egy világkupa. Világkupa versenyen vannak bent a női döntőben, és azért az nagy dolog. Csabikám, mondj valamit, amit előre tud. Magas labdát adok nektek, és le fogjátok csapni. Szia, ez a neve a hello. Azt hittem azt, hogy kozomból is, mert akkor tényleg felakasztom magam. Ezért szerettem megóvni ettől a hallgatóságot. Szia, így hívják, hogy szia. Igen. Szia, szia. Szia, Föller, egy ausztrál énekesnő, és a 7. lemezéről. 7. Jézusom, már ezek szerint volt neki 6. De korábban is játszottunk egyébként tőle slágereket. Dolgozott a David Guettával, és most a Chip Trails című remek művét hozom. Azért neked se könnyű, Csabi. 550. De olyan szépen összefoglaltátok, hallgattam. Jó volt. Ugye? Hogy milyen szépen elmondtuk, hogy honnan tudod előre? Hogy lesz benne van. Igen. Hát, hogyha hallgatják a figyelmesen az emberek, akkor tudják, hogy nem minden dalhoz tartozik kérés. Így van, így van. Valamikor egymásnak két dal megy ott, viszont azt te tudod, hogy azokat már most tudjuk. Bizonyám. 555-55-00 Csabi telefonszáma. Mindenkinek szép hétvégét kívánunk. Szia. Vigyázzatok magatokra. Hétfő 6-kor jövünk. Szevasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.